Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Mondtad, hogy találtál valamit az interneten? Persze, hát engem mindig lenyűgöznek az olyan videók, amikor azt látom, hogy az ösztönös kultúra egy utat tör magának. A tehetség, nem? Így van. A tehetség utat tör. Így van. A tehetség utat tör magának. És van egy új-zélandi komikus, aki rájött, hogy nagyon jól tud furulyázni. És hogy nem is annyira a tudás, ami fontos ilyenkor, hanem az érzelem, az érzés, az, hogy tud, hogy érezd, hogy miről szólt az a zenedarab. És ő elkészített egy olyan videót, nem egy friss videóról van szó, de ettől függetlenül, hát ha valakinek, ugye szerintem lesznek azért több százezeren, akinek meg ez új lehet, meg esetleg nektek is, készített egy videót, amin ő elfurulyázza a Titanic zenéjét, mindezt úgy, hogy közben alá is forgatott megfelelő pillanatokat. Ahogy belefeledkezik egy gyertyafényes vacsorába, ahogy utazik az autójában, és elgondolkodva kinéz az ablakon, és fújja az ő hosszú haját, a szél. Tehát maga a romantika, maga az érzés. Fantasztikus lehetség. És ő nem tud egyébként? Tehát nem tud triolázni, vagy furulyázni? Nézzétek, én nem tudok furulyázni, tehát nem tudom igazából elbírálni azt, hogy ő most tud-e, vagy sem. Szerintem döntsétek el ti. Akkor már gondolom. Akkor a klip már gondolom. Jó hozzá? Hát a klip az, vagy évek a Gábor is a legszebb pillanatait idézi. És ő az? Régi. Igen, a régiét. Aha, de tényleg egy komikus, vagy egy ilyen late night show sztár, nem? Aki? Így van. Aha. Matt Mulhollandnak hívják. Na figyelj. Ő beteg. Igen, ő beteg. És az a jó benne, hogy egyébként nagyon beteg. Egyébként minden hangszer pedig a helyén van. Tehát, hogy mindenki irgalmatlan. Hát az hivatalos egyszerűen. És arra gondoltam, hogy tehát jó, nyilván köztünk is vannak zenészek, de most így Ferit azért, most tényleg nem akarok lekicsinálni, de hát hogy mégis azért futottak még kategória. Viszont van itt egy triolaművész! Van itt egy zseniális triolaművész, és hál' Istennek a triolánkat még nem vitte vissza a tulajdonosa. Nem vitte vissza? Nem jött érte, csak eldugtam, mert számítottam rá, hogy még esetleg szükség lett rá, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha tesztenénk téged? Hogy vajon érzésből, vajon zsigerből, tudom, hogy te is százszor megkönnyezted ezt a filmet, hogy szinte ott van benned, érted? Együtt lüktetett a véred Leonardo DiCaprioval, érted, hogy próbáld már te is. De nem tudom elfújni, hát ez többször meg kell hallgatni, hát én az István a királyra is, de az István a király sem ment. Nagyon. Figyelj, a másodszorra vagy harmadszorra már ment? A harmadszorra ment, igen. Tehát, hogy adsz egy kis időt és vissza tudok jönni, akkor melyik részt fújja belőle? És azért, hogyha ezzel ne felejtsük el, hogy a Caprioval sokkal inkább tudtál azonosulni, mint a Vicky Dallal, úgyhogy szerintem ez jobban fog menni. Azt hiszem, talán kicsit sírtam is. De nem sírtam. De azért elérzékenyültem, mikor ott
elmerült a szekrény, és csak egy ember fér föl arra a rohadt komódra. És most mi csinál? Most fújjam el? Igen, nem tudom elfújni. Tudom, hogy a Triola nagy mestere vagyok a műsor óta, de én ezt nem tudom elfújni. Gyakorlatilag a te vagy Mr. Triola. Na. Úgyhogy nem tudod elfújni. Legyen egy összehasonlítás a kíváncsiságból, hogy fújja el egy laikus, és nézzük meg, hogy te mint zenész, hogy fújod el ugyanazt. Ezen? Egy, majd letörlöm. A te szád után. Szerintem megtörlöm. A Triola és a gitár valahol rokon hangszer, így a párhuzamosok. De hiszen hangot adnak ki mindenkinek. Nincs bennem annyira a dal. Na várj. Vagy ne volna. Ne, melyik részt? Melyik részt? Csak mondom a hallgató kedvére, ez az igazi. Hogy ez már Balázsból szól. A lelkéből. Nem ez? Ja, ez még a levezető? Még igen. Jó, ugrom. Tehát az elejét? Igen. Ezt? Jó! Most na, a fülembe van. Figyelj, na, figyelj. Most a fülembe figyelj, figyelj, most mindenki figyel. Nem, nem, ez nem az. Nem, nem, nem. Várj, nem. Nem, de már jött. Mi már jött. Én éreztem. De nem lefelé lépsz te. Nem. Nekem ezt tetszik. Én ott a kisítő vagy. Azok volt. Az a baj, hogy kisítő vagy. Ez az volt. Ez az. Száz közül is megismertem volna. Ennyi. Hát ki ez az új-zélandi? Hát ki ez az új-zélandi? Fény, tényleg tud triolázni, vagy mi az Isten ez? Ne, meg lesz az. Jó volt az. De várj, hogy van dallamba? Hogy na, hallgass adni? Meg még egyszer. Na jó, oké, várj, meg nem elbizonytalanodtál, elérzékenyültél. Aha. Ez már vége. Jó. Nem, sárga. Ez jó, ez hidd el, ezt... Figyelj, most... Nem, nincs meg a dallam. Mondjatok valamit, aminek megvan a dallama, és akkor megpróbál elsőre elfújni. Tehát, na, tessék, nézzük meg. Nézzük meg. Jó voltál. Az már megvagy, utána hova? Utána hova? Szürke. Sárga. Nem. Nem. Basszus. Egyre jobban elkeveredem. Feri nem mondja meg neki színeket, ez nem a gitárhíró. Feri ilyen gitárhírósan gondolkodik, hogy sárga, piros, kék. Hát neki mit mondjak? Nagyon tudom, amikor füles mackó szánkózik. Azt nagyon tudom. Na jó, oké. Okay, na, hogy? És utána kedvenc George meg Michael. Eldugult. Ez a bohóc elesik csúfondárosan. Azt csinál? Nem tudom olyan gyorsan, azt. Nem tudom olyan gyorsan még. Csúfondárosan? Igen, van az csúfondárosan, amikor a bohóc elesik. Van ez a típusan. George Michael? Milyen George Michael? A kedvenc George Michael számod. Valamint romantikus szín. Nyilván a kedvenc, nem az őrőmóda, nem? A Beethoven 9. szimfóniáját fújja meg. Régi nyár a Vénusztól. Na, valami, Szepultúra. Valami. Ne, mesét, romantik, mesét, romantik. Kéri, mesét mondja. Mese, Zimányit a szerelmes. Füles mackó mondani, igen. Mond most nektek. Szép mesék egy gyerek, kedvencem, a friss mész. Mi az alaphang? Na. Ma, ájé! Nem. Na, lefelé. Jó. Füles mackó mond most nektek. Szép meséket, gyerekek, lekomulok ki. Nem na szól. Jó van, most már. Na, tessék egy Titanic, jó. Tessék egy Titanic. Mutasd. Mit csinál ezzel egy gitárhíró? Nem nyálas, nem nyálas. Nem nyálas. Ismertem volna. Ez én nem értettem basszus, hogy jöttünk valamelyik nap hajnal kettőkor Munival át itt felüljön, és láttam, hogy valami világít bent. És a valaki gyakorol. Tudom, hogy áthasolva kevés. Nem itt van.
Hát ugye, nem szól. Te nem szól egy kis gomb, nem szól igen, rajta. Igen, van egy kis hibája. Igen, ez egy picit, most viszik Danikáni lányát volt. Itt nem aha, jó, meg nem, nem fél hangozzá. Nem szól, igen. Na jó, van. Jó, fizessék meg a járásán, tessék. Csak a nézéség meg a járása. Tudod? Az jobb lehet. Tényleg nem szól. Jó, oké. Ne, nyertél, nyertél. Mi verseny volt? Kiskacsa fürdik fekete tóba. Tessék. De miért csak meséket? Nem, jó, rossz és a csúf. Mi volt annak a zenéje? Nem, egyik zomba, nem szól már. Jó. Ne szív, fúj, te kis hülye. Van olyan, hogy egy triola elpúl, ilyen van. Nem. Az a baj, hogy Feri nem fújta, nem elszívta. Végre! Feri kiszívta meg a műanyagot. 30 évvel ezelőtt egy dohányos használta, és még voltak benne használható részek. Magyar népesség? Na, az hogy van? Az jó. Nem szól. Hozzatok egy rendes. Jó, ha ezt elfújod, besírok. Tehát ha ezt most elfújod, akkor amit kérsz. Csináld meg. Nem nyálas, ne rázzad, nem nyálas. Ha most elfújod nagyjából a magyar népmeséket, kis hibával, akkor mutassuk az eredetét, figyelj. Ja, azt hittem, ez már én vagyok. Mondom, de jól szólsz, ahogy a pályát, de jól szólsz. Ez működik. Na, jó. Mekkora okay, kamus. Ja, az egész erről szólt. Fújd meg a szürkét. Te jó, akkor ne, akkor a sárgát. De jó, akkor bármint. Na, tessék, magyar népesség. Mi? Én? De hát én hülye vagyok hozzá, én csak bólogatni tudok, meg lézi ördögvillázni. Gyerünk, akkor én. Nem ismerem a hangokat, én hülye vagyok hozzá, tényleg. Ennyit kérem, ennyit. De én nem tudok ilyeneket. Hát azt sem tudom, melyik hang, micsoda. Jó, akkor elfújom a cápát. Jó. Na, oké. Elfújom a cápát. És belefújtam a mikrofonba. Hirtelen már azt hittem ez a triola, és bekaptam a mikrofon. Miért nem szól nekem? Nincs vitálkapacitás. Mit csináld? Már rosszul fújod. Hát ez... Nem mondd már, hogy csinálok rosszul. Hát fia, olyan a tüdő, mint Miguel Indurainak a Tour de France-on 15 évvel ezelőtt, érted? 5 liter vért pumpálok át percenként. Hát nem szól! Ezt látnatok kellene! Nyomd meg az első pár gombot! Lehet, hogy ez még nem rázom. Nyomd meg az első pár gombot? Ezt nem hiszem el. Na, elfújom neked a cápát! Ne. Mit csináltál vele? Elrombott. Ugye? Hát mi? Adjatok egy jó triolát. Basszus, te még egy triolát is elrontasz. Hát ennél primitív hangszere. Világ legegyszerűbb primitív hangszere. Igen, legközelebb mire hozunk egy izét? Egy hogy hívják ott egy hangvillát is azt is el... Gyerek, tudjátok, az én kezemben bármit tök nem. Én sajnálom, a cápában nagyon jó vagyok. Az megy. A cápát igazán jól tolom. Tehát a cápában jó vagyok. Attól kiráz a hideg. Körbenézel, ha zuhanyzol, hogy van-e ott körülötted egy magam alá nézel. De mind szoktad megjátsz, játszani? Hogyha meglátsz valamit. Elkezdek kapálozni a zuhany alatt. Nem mersz elmenni zuhanyozni egy hétig, ha eljátszom neked a cápát triolán. Az ad biztos. Faszeló. Nem mersz bemenni egy gyermekmedencébe, mert úgy fújom a cápát, ahogy senki. De ez a triola, ez sajnos elromlott. Azt meg bepárásodott a sok nyáltól. Az lehet, ilyen van, ilyen? Bepárásodtak akár még benne? Igen. Alakul. Igen. A végével nem tudod? Magasban. Aha. Akkor nem lesz annyira félelmetes, kis cápa. Magasban. Macska cápa. Ez a mentő. Ja, úristen, ez nem volt. Úristen, doktor úr, rosszul van valaki? Ja, Istenem. A cápa magasban nem jó. Mi lett az? Istenem, egy hering. Istenem, egy vörös tonhal. Nem, ez magasban, mert nem elég dermesztő. Tehát ez felső C-ben nem jó. Istenem, de durva van. Hát úgy érzem, hogy úgy igen. Tehát, hogy még azért várat a megkívás magára. Jöttél. Nem, szerintem nagyon jó volt. A Titanic rész az nagyon jó volt egészen addig, amíg meg nem feküdt a triola. És mit mondtunk a kislánynak, aki a triola, hogy eltűnt, vagy ellopták? Mit hazudtunk neki? Mert szegény háromszor eljött érte, hogy vigye el, de mindig kitaláltál valamit, elbújtál az asztal mögé? Nem, azt mondta, hogy ha kedves leszel, visszaadom. És inkább. És azt mondta, hogy akkor mit hagyjon meg. Ah, jó. Hát igen.
Nem, még jó, hát még mindig tanulnunk kell. Na, hát mi nem van, volt rossz nem, a titanikus van, vannak rész. Dolgok, amiben fejlődnünk kell. Tehát jó, ezzel nincs baj. Karácsonyra, hogy lesz Christmas? De elfújom neked, ahhoz. Elfújom neked. Csak add is, látom, jól működik. Megőrülsz. Karácsonyra megtanulok egy komplet. Figyelj, ha Havasi jó fej, hát pedig az. Meghívna a koncertjére? Igen. Basszus, együtt játszanátok el ezt, ő a zongorán, és meg nagyon, de ilyen nagyon tolnám, tudod, nagyon tolnám, fújna egy ventilátor, nagyon lobogna hajam, és hihetetlenül tolnám, és tudod, olyan átéléssel, be. Hogy így jönnél nagyon be. Bevonulnék, nagyon megérkeznék. Én úgy képzelem, hogy egy hatalmas Andy nagy meg ott pörögne a dobbal mögött. Palást lenne rajtad, mint egy ilyen, hogy hívják, mint egy ilyen török bálint, egy Dracula, tudod, hogy bejössz, jössz, húzod magad után ezt a nézét, és akkor odaérsz, egy mozdulata ledobod magadról és a palástot, és ott, nem, csak a triola van alatta. Ja. És előveszed így a triolát. És itt felhördül a de közönség. Ledobja a palástot, és akkor félmeztelen legalább? Vagy valami? Én ebben igazából nem gondolkodtam. Nem? De hát de a Havasi koncert, hát legyen. Egy ilyen brutál bőrszerkóban dobol. A Havasi koncert, nagy a látvány. Igen. De akkor ilyen nagyobb, mint a zene. De úgy közel, hogy ilyen Freddie Mercury is, hogyha a Felipe Ruhát képzelsz el magadnak? Palásta iszletős koronában bejövök, és nagyon rosszul eltriolázok valamit, igen. És az a jó, hogy egyre 10 ember akar meg. Hát ez rohadt jó lenne. És visszajönnek. És így jönnél be. Na jó. Rendbe hozzuk a triolát, visszavonulunk, jó. És felkészülünk. Alaposan felkészülünk. Egyszer csak váratlanul előhúzom a következő 3 hónapban. Jó. Jó. És bármit lejátszol. És megleplek benneteket. És jó? Mindent borítasz, ami eddig történt a médiában. És kipakolok, triolát, kipakolok. Jó? Legyen ez az én fogadalmam. Hogy a karácsonyig egyszer csak váratlanul előhúzok egy triolát, és olyat játszom, hogy besírtok. És a... És ha nem? A dal? Na, akkor sincs semmi. És akkor a dalt, azt nem választod ki. Az a dal szabadon választod. Jó. Szabadon választod. Jó? Jó, csak ne ilyen. Mert a kacor király. És akkor bejönnél, és akkor ezt figyeljük. Hegyek között, akartol a volna, hagyjál. Tehát valami nagy ívű. Jó lejátszani, azt is nehéz. Mindent el lehet rontani. Ja, jól esett egy kicsit nevetni, gyerekek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, és ugye egyszer már korábban én beszéltem arról, hogy nálam milyen érdekes csatornákat fogni. Hogy milyen érdekes csatornák vannak, mert ott van többek között például az Érd Televízió, az Érdi Híradó, és Phoenix TV, egy csomó mindenem van. Egy csomó mindenem van, hogy ezek archív csatornák, vagy nem tudom, de zseniális adásokat találok. És van egy úgynevezett 6-os csatornám. Van 6-os csatornátok? Nincs 6-os csatornátok. Ez a neve csak, hogy 6? Az a neve, hogy 6-os csatorna. Nem éltetek még igazán, ha nem láttatok 6-os csatornát. Én este 9 és 10 között azzal mulatom az időt, hogy mindig először is nem kapcsolom be a kis, nem tudom, a kis dobozomat, az a set-top boxot, hanem csak simán földi sugárzású csatornákat, van 20 darab, azokat így áttekerem, de ilyen Pax TV ért 2, 6-os csatorna, olyanokat találsz, hogy megőrülsz tényleg. Pax TV nekünk is van. Zseniális beszélgetések, zseniális stúdióvilágítás, izzadó vendégek, minden van, tehát komolyan élmény nézni. De nem is ez a megdöbbentő a dologban, hanem az, amit én láttam a 6-os csatornán, és én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, vagy hogy ez már kiment a divatból. Na, valaki bugyi nélkül portörögete? Nem, Anetka már nem jön vissza sajnos, pedig azok egyébként egy szabadabb televíziózás időszakát jelentették, amikor Anetka esti tornázott. De hát hasonló a színvonal. Ott meg csinálják ezt a távgyógyítást, amit ugye régen nagyon sok helyen csináltak, a Budapest TV-től elkezdve, én nem tudom hány helyen gyógyítottak, ugye hát a Gyurcsók volt ennek a képcsőre. A nagykövete, igen. Hát ne hátulról előre. Igen, érzi a melegséget, igen, befostam. A burkolatot ne távolítsa elé, baleseti és életveszélyes. És van egy pacák, aki egyébként már régebben a Budapest TV-n is gyógyított, és én azt hittem, hogy őt nem nagyon engedik már TV közelébe. De a Palival nincs baj, tehát szimpatikus, meg teljesen normális, de hogy ő még most is gyógyít, és távműt. Távműt? Na most 10 évvel ezelőtt távműtött valaki a Budapest TV-n, és akkor azt még sokan megnyalták, oké. De a Pali a mai napig dolgozik, és a mai napig végrehajt különböző műtéteket. Dolgozik. Igen, ezt a szó ezeken is segített. Praktizál. Doktor úr. Doktor praktizál. Igen, ők a telegyógyítók, és
És mondom, a hatos csatornára kapcsolsz, akkor látod, hogy ott van egy Tamás nevezetű orákulum. Orákulum? Orákulum. Orákulum is. Aki lejegyzetetem Csontkovács spiritista és fantom testműtő. De várj, akkor fantom testeket műt, vagy? Fantom testműtő. Tehát ő azt mondja, hogy van a tested, a fizikai tested, és akkor az asztrál test, az éter test, nem tudom, és a fantom test. A fantom testműtő az nem a stúdió? Hiszen ott műti a fantom testeket, amikkel ő nem találkozik. Hiszen azok fantom testek. Figyelj, a Pali megdöbbentő. Tehát az, hogy ő élőben neked megcsavargatja a gerinc csigolyáidat, mint amikor te odamész valakihez és megcsavargatod a mellbimbóját, de hát akkor ugye van fizikai kontaktus, hogy kiemel, hogy visszatesz, hogy... Kiveszi az egyik gerincemet és visszatesz. Uh-huh. Megműt. Megműt a pacák egyébként. És mindezt úgy, hogy közben ugyanazokat a mozdulatokat csinálja, mint a tanárbá, ugye mindenki elődje a gyurcsók, hogy simogatja a testet, letisztítja az aurát, kiemel, forgat, visszatesz, kommunikál közben. Az egyébként 80 pluszos, nagyon aranyos, kicsit zavarodott hangvételű, nagyon idős nénikkel, akiket baromira tudok sajnálni, de ha nincs más, akkor próbálják meg ezt is. Nem tudom, hogy ez a jó megoldás. Körülbelül ilyen beszélgetések annak, hogy igen, aranyom, nagyon fáj. Letisztítom az asztrál testet, kiemelem a gerincet, csavarok rajta egyet, visszateszem. Köszönöm, már sokkal jobban vagyok. Vissza tudnál rakni egy percre a gerincet, mert most oda kap a szilva lekvár. Körülbelül ezt hallod, és gondolkoztam azon tegnap, amikor én ezt láttam, hogy ez most felvétel volt, vagy élő, nem tudom, lehet ez egy régebbi adás ismétlése volt, hogy vajon lehet-e ebben hibást keresni? Kell-e? Vagy van egy kínálat, van egy kereslet, az ember betelefonál? Hihetünk-e annyira valamiben, hogy tényleg meggyógyuljunk, és ha nekem kiemeli a bal agyféltekémet, megmasszírozza, akkor valójában elmúlik-e a migrénem? Szóval, hogy működik, mi a lélektana, és ki az, aki egy ilyenbe betelefonál? Nagyon érdekes a dolog. Hát, a lélektana, abszolút. Amikor 80 pluszos szegény nénit kihasználják, és az utolsó filmét, nem csak ők vannak, akkor... de nem használod ki, senki nem áll a néni mellett fegyverre, hogy telefonáljon be. Hát az, aki használod a szegény nénit, oké. Még nem bízik már a körzeti blokkiban, érted? Tudod, miért nem kezdek érteni, ez a fiatal ember, az nem állt ilyen fiatalon, nem lehet jó orvos. De gyerekek, micsoda bátorság gerinc műtétet végrehajtani? Altatás nélkül. Altatás nélkül gerinc műtétet végrehajtani, azért arra tényleg, tehát készülnek, bemosakodnak, haddoki van, asszisztensek vannak, anesteziológus, mindenki. A pacák meg ott ül egy feltűrtő újuk és flanelingben, és megműti a gerincedet. És a döbbenet az, amit nem tudtam megfejteni tegnap se, hogy mitől mondják azt, hogy jobban vannak. Ő nem mondja azt, hogy hazudja azt, hogy jobban van, megkérdezi jobb, és hallom az ember hangján, az igen, már nem fáj annyira. Már nem fáj annyira. És nála is a megműtött gerinc. Jobban érzi magát? Nem. Akkor be kéne fáradnia az irodánkba, be kéne fáradnia hozzám, mert hogy ugye annak idején egy Gyurcsók úr azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha neki nem sikerült ott a televízió képernyőjén keresztül élőadásban megoldani a problémát, akkor el kellett hozzá fáradni a Visegrádra. És akkor ott viszont tudod segíteni. És akkor ott igen. Készpénzért. Nyilván. A szagyagy el kellett fáradni Visegrádra, de ott sorok álltak állítólag. Sorok. Tehát délután 2-kor odálltál 2 liter pívízzel. Hogy áldja meg a mester. Áldja meg a mester a pívízedet egyébként, és tudjál egy kicsit hidratálni, hogy ne száradják ki. És fogadja ezt a 30 tojás bio. Fogadja a 30 tojás, és másnap hajnalban 7:30 vagy reggel te bejutottál hozzá. Sorok álltak az ő Visegrádi utcájában. Tehát elképesztő, hogy kiben van a hiba? Aki csinálja, aki gyógyít, hisz benne, működhet? Valójában lehet, hogy működik? Mondjatok rá valamit. Hát, hogyha nekem fájna, én nem mennék el egy ilyen ember, ez a gerinc, nem lehet a gerincet, nem lehet úgy megműteni. Jó, de akkor egy migrénnel, egy semmivel egy csikolyával, egy porckorommal, egy tértfájással. Ez népetetés, hát nem próbálja az evés, tehát hogy én azt gondolom, hogy fenének utána kéne néznie a csomagnak, hogy hát, ha van egy olyan csomag a helyi szolgáltatónál, amiben benne van a melyik tévé,
hatos csatorna, érted, oda kell ülni a tévé elé, azt mondani kell neki, hogy, hogy nagyon fáj abban a felső. Tehát valami, lehet, hogy... Nekem most például fáj a lábam, fáj a jobb lábam. Na, persze, akkor most fölhívom a Tihanyi doktort, és akkor ő azt mondja, hogy akkor Ferenc feküdjön a hátára, kicsit megrángatom, ez most lehet, hogy fájni fog, és akkor nem fog fájni, hagyjál már Balázs. Én a végén miképpen azt mondom, hogy működik. Hát, ha találunk egy hallgatót, akin ez működött. Tehát telefonáljatok be nekünk 555-55-00, mondjátok el, hogy miben telefonáltatok be. Azt már nem ismerem feltételezni, hogy hát, ha találunk valakit, aki így gyógyít, hallgat bennünket, és bemer telefonálni adásra, mert annak örülnénk a legjobban, nem akarjuk bántani, nem akarjuk ízekre szedni, csak mondja el, hogy milyen képesítése van. Igen, én a hatos csatornán éjjel egykor aura látok, asztrál testeket tisztítok, és nem tudom, porckorong sérvet műtök, hogy mondja el, hogy csinálja, milyen képzettsége van, engem az milyen képzettségével kell leginkább, hogy történt a tanulás, tehát a tanulásnak mi volt a folyamata, hogy őt is távtanították, vagy levelezőn tette le ezt, vagy pedig meg kellett jelennie valahol, és oktatták. Várjál, ő fantomtestet emelt ki. Hogy? Ezt mondtam, fantomtestet. Fantom az enyémet, kiemelte a fantomtestet, és úgy szájtát van észre. Én ezt évekkel ezelőtt láttam már. Tehát én erről tudtam, hogy ez a jelenség van, csak én azt hittem, nem láttál semmit, csak néztél egy embert, aki beszél, nem? Igen, hát úgy értem, hogy láttam ezer évvel ezelőtt a Budapest TV-t. Láttam a Phantom testet. A Budapest TV-n ő meg egy ilyen baromi nagy, valószínűleg hamis perzsa szőnyeg előtt üldögélt, és iszonyatosan teker csavart, és baromira műtött. Jó, akkor hogy működik? Tessék. Hallottam tegnap, hogy kapcsolták be folyamatosan a hallgatókat, mindenki 5-8 percet szán, körülbelül megműti, helyre rakja, és azt mondja, hogy igen, jobb. Azt érzi, hogy meleg. Tényleg meleg? Tényleg. Hol meleg? Fáj, ha itt most megnyomom? Mit? Hát de nem volt ilyen. Nem tetszik itt lenni. Nem volt kétkedő. Nem volt olyan, aki azt mondta, hogy nem fáj, nem érzek semmit, nem lett jobb. Mindenkinél működött, és mindenkit meggyógyított. Statkók? Hát van benne szinten. Hadd Statkó betelefonál, hogy működjön, és a többi aztán nem statiszta. Hogy működik? Nem, tényleg, az első meg Statkó. Nekem. Tamás, szerintem az első az. Tamás, úgy érzem, hogy igen, már kell szaladni a pörk a szám szélén, hogy akkor át tudna nézni a konvektorra is. Mert hogy az ember elvégez bizonyos tanfolyamokat, és hisz bizonyos dolgokban. Tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet mondjuk energiával gyógyítani. Nem azt jelenti, hogy nem működne az agykontroll. De amikor te kézzel kiemeled a gerinc, na, hát itt a gerincet, szerintem... csavarsz egyet a fantomtesten, visszarakod, és kész a 8 órás gerincműtét, az egy picit azért furcsa. A legfurcsább az, hogy érzi mondjuk a paciens, hogy jobb neki. Na, az, tehát hogy ez tényleg hogy működik. Nyilván tudod, hát nyilván azért telefonálsz be, mert számítasz a segítségre, tehát kell, bajban vagy, és már sehova nem tudsz fordulni. És van egy ilyen szuggesztív ember, aki elhiteti veled, hogy ebben hogy a pillanatban ő gyógyít, és segít, és elkezdesz hinni neki. Mert én egyébként az energiával, való gyógyításban hiszek. Az tehát, van egy csomó minden, ami működik. Ha valaki energiát fetszöl például egy orvosi diplomába, akkor én azt gondolom, hogy... De én szerintem ennél bonyolultam a dolog, hogy összetettem. Tehát van egy csomó ága, vannak bizonyos energiával dolgozó technikák, a tai chi, a qigong, a reiki, a nadi, ezekben azért lehet valami, sokan csinálják, sokan gyógyulnak ezzel, de azt is elmész, megtanulod. De egy televízió képernyőjén keresztül azért nagy bátorság kell valakinek megműteni a gerincét, nem? Hát, szerintem nem kell. Miért kéne? Figyelj, ha a televízió... Hát nem jó hozzá. Nem mernék beülni. Hát de miért ne? Nem merném megcsinálni. Hát de pont az, hogy... De mi van, elvérzik? Ja, tényleg. Hát mi van, ha ott neked érte, nem ébred föl az altatásra, túlaltatod, érted? Még két nullásvért, még két liter nullásvért, nagyon vérzik. Tehát, hogy azért ez, persze, vannak dolgok, amik működnek. Én sem azt mondom, hát én is foglalkozom egy csomó minden, hiszek egy csomó minden, mert ez nem azt jelenti, hogy én elutasítom, de a palit szájtátva néztem, és azt gondoltam, hogy kell ehhez igenis egyfajta bátorság így beülni, vagy arcátlanság, vagy valódi tudás, vagy nem valódi tudás, nem tudom. Hát, ő is hihetetlenül módon hisz a saját magában. Lehet, hogy ő is egy ilyen csodálatos gyógyításnak köszönheti azt, hogy elkezdett hinni valamikor. Nekem? Lehet, hogy ő ott ült a képernyő előtt, és még a klasszikus érában valamikor beült, és a Gyurcsok úr meggyógyította. Aha. Érted? Leszette a hályogot mindkét szeméről. Igen, és akkor ő megfogadta, hogy ő is erre az útra lép. Mert hogy működik a dolog, igenis. Na, ha van hallgatónk, akit valamikor tényleg távgyógyításon keresztül meggyógyítottak, akkor telefonáljon. Hogy még egyszer mondom, hátha, aki tényleg bennünket hallgat, és beült már valamilyen csatornára, és csinált műtétet, vagy akár, hát kicsi az esélye, de ha Tamás bennünket hallgat, vagy szereti a műsort, szóljatok neki, hogy keressük.
őt, és csörögjön be, és mondja el, hogy mit jelent az, hogy valaki fantom testműtő spiritista csontkovács? Az első, az utolsó kettőt értem. Figyelj, ha betelefonál tényleg, és így elintézi nekem, hogy ez a pár idegesítő. De nem mondd el, akkor mi bajod van. Tehát nem mondd el, hogy mi bajod van. Tehát ha ő betelefonál, akkor csak mondd el, hogy nagyjából hol érzel valamit, de nem mondd el konkrétan a szervi bajodat, és nézzük meg, hogy meggyógyít-e. Jó. Van valami bajod neked? Igen, van. De nem mondom el. Így 50 felé már van egy-két dolog? Ami... Persze, szerintem rá tud nézni egy-két dologra. Úgy érzem. Tehát van egy-kettő tiszkos. És ha már itt van, akkor lepotyoghatna egy pár vathús is a hátalról. azt én leszedem neked. Kérdezi egy hallgató, jó, hogy akkor varratszedésre vissza kell hívni? Hát ugye, nem, ezek felszívódóval radok. Tehát mit tesz be? Felszívódóval radok? Kontrollra, tényleg. Hívjon egy hét múlva varratszedés. Elképesztő. Tényleg elképesztő volt, mert hogy tudom, mondom, én ezt láttam már sok-sok évvel ezelőtt, a YouTube-on is nagyon sok van, Budapest TV, beütitek Budapest TV élő gerincműtét, és Tamás műt. Tehát Tamás tényleg kiemelés, és műt. És azok egyébként, akik ezt a hivatást tanulták, és hogy a hagyományos utat választották, azok időnként szerinted oda kapcsolnak, hogy kicsit tanuljanak, hogy tágítsák a tudatukat, hogy a kollega... Aki valóban ez, tehát aki mondjuk gerincműtétet hajt végre. Igen, aki rendesen orvosként tanult egy izét, mit tudom én, jó, hát nyilván egy gyengébb képességű orvosról, vagy 10-15 évet is tanult ahhoz, hogy legyen benne elég bátorság, hogy egy másik embernek a gerincéhez hozzányúljon. Érted? Azok így leülnek a tévével, és így nézik, és így tanulnak, nyilván, és próbálják meg elsajátítani azt a fajta tudást, amivel Tamás rendelkezik. Ebből írják a disszertációinkat, igen. Na, van valaki, aki becsörgött Anna itt nagyon integet. Haló, jó reggel, csáó! Na, sziasztok, Tihanyi, Tamás vagyok. Tamás! Hát ebben nem nagyon bíztunk, hogy megtalálunk. Tamás, hello, jó reggel. Ezt a kutatásokat hallottam. Nem akkora csoda dolgok, ez egy tanulató dolgok. Na, várj, kezdjük az elején. Minket hallgatsz egyébként, tényleg? Én minden reggel hallgatlak benneteket, amikor jövök be a rendelőbe. Azt hittem, megérezted, hogy rólad beszélünk, és becsörögtél. Nem, mindig hallgatom, és körülbelül olyan 8:30-ig szoktam hallgatni. Leülök reggel a kocsiba, a Maglós City-ből jövök be. Hát igen, a műtétek előtt kell egy kis ugye vidámság. Tamás, hogy szólítsunk, Mester? Tamás, az jó, Tamás. Jó. Na, én elkaptalak téged a 6-os csatornán. Ott vagy, jól mondom, hogy ez a 6-os csatorna lehetett? Igen, sok éve vagyok ott, igen, A 6-os csatornán elkaptalak, te régebben a Budapest TV-n voltál. Igen, és én nem tudtam, hogy te még ezt mindig csinálod, és én elkaptalak a 6-os csatornán, és szájtátva néztem egyfajta nosztalgikus élményekkel, mert ugye régen téged néztelek a Budapest TV-n. Igen. Hát megadta magát sajnos az a televízió kárért. Mondhatjuk így, hogy megadta magát. Igen. Na, nem is tudom, hol kezdjük ezt a dolgot. A gerincműtétnél, vagy hogy te mikor vetted ezt észre, hogy tudsz gyógyítani, hogy működik ez, tényleg működik-e, és aztán szeretném, ha kicsit minket is megkezelnél majd. De majd úgy fogom megcsinálni, hogy egyszerre mind a hármatokat a végén beszél után. Csak az a rossz, hogy rádióban nem a legjobb, mert akkor az ember egy kis ideig csöndben van, tudod, mert koncentrálni kell, ugye? És a rádióban ugye nem lehet látni dolgokat, ugye, és az a... De hát semmi gond, de egy-két perc, hogy a végén megkezeltek. Hát a tévében se látunk sok mindent, csak hogy a kezeddel így kalimpálsz. De közben az agyammal én dolgozom, szóval ez nem úgy van a kezemet. Elmondom, miről van szó. Minden ember testében van fantom energia. Na, ha valakinek levágják a lábát, fáj a lába, azt mondja az orvos, hogy fantom fájdalma van. Egy a fantom energia. Tudjuk jól, hogy minden embernek van egy energia mezeje, és én a gondolatba arra tudom hívni azt a testrészt, fantom energiával, amire nekem szükségem van. Ezt ki mondja, hogy minden embernek van fantom energiát? Ezt honnan tudod, vagy ezt honnan veszed, vagy ezt mire alapozod? Hát mondom, hogy onnan tudom, hogyha valakinek tegyük fel, levágják a lábát, és fájdalma van, mint a lába ott De lenne. Fantom fájásnak hívják. Fantom fájdalma, mert a fantom energia ott marad. Ha neked például kiveszik az egyik vesédet, tegyük föl, akkor is lehet néni 10-20%-os energiaszintet, mert ott marad a fantom energiája, az nem tud elveszni onnan a testből. Aha. És én gondolatban... Na, a gerinc műtétnél bent van a gerinc, nem? Úgy van, hogy egy kis része, az energia része kerül ki, az energia része, azon én végrehajtom gondolatba, meg kézzel is nyilván, amit végre kell hajtani. Megmondom, mit csinálok. Kihúzom a gerincet, meg csavarok rajta balra-jobbra, azért, hogy a meszesedések letörjenek.
De várj, de hogy tud letörni, hogy a fenébe tudna letörni a messzesedés? Ha ne idegesíts fel, az, hogy te kiemeled a gerincet és csavarsz rajta kettőt, ettől nem tűnik el a messzesedés. Nem rögtön, persze, utána visszarakom a fizikai testbe, és egy idő múlva nem azonnal az átíródik. Mi van akkor, ha kiveszed a gerincet és megszakad a telefon? Te most a kérkezőzők? Semmi. Kiveszed a gerincet, ott áll a hallgató, lejár a kártyája, áramszünet, paffabb a pillanat, vége az adásnak. Mi történik? Ott ül hülyén, és nem tud kimenni a hűtőszekrényre, nem tud visszaívni. A szolgáltató zöld szám, amit fel lehet írni. De te komolyan kérdezem, hogy te kiemelt gerincel ott ülsz. Eltűnik a hallgató. Hát teszem a gondolatba a testébe, az két ennyi. És akkor mit érez, amikor te kiveszed a gerincét? Van, aki érez, van, aki nem. De várjál, Tamás, hogy tényleg kiveszed valakinek a gerincét, az a telefon megszakad, nyilván nektek menni kell tovább, mert mégiscsak adást csináltok, ketten-hárman betelefonálunk, és a végén ott állsz a műsor végén, nálad van egy gerinc, már azt se tudod, hogy kihez tartozott. Hova rakod vissza? A gondolatban, akivel beszéltem, az én gondolatomban bennem marad, ráhangolódás alapján. Ha én veled beszélek, akkor azáltal, hogy beszéltem veled, ráhangolódtam, ugye? De most tőlem ne legyen el semmit azért. Vagy szóljál valamit, elvetem a beszélgetés végén, kérem vissza. Nem erről van szó, csak próbáltam elmagyarázni. Persze. Azt hiszik az emberek a tévéműsorban, hogy valami és bármi a tévén keresztül megy, semmi nem megy a tévén keresztül. Ha én beszélek valakivel, akkor a telefonon keresztül ráhangolódtam, ha meg energiát adok, vagy egyéb dolgokat, az ugyanúgy megy, mint egy telefon vagy bármi sugárzás, mindenen keresztül. A tévének csak mint műsor van, műsorként van jelentősége ebbe a dologba. Tamás, te ne haragudj, hogy ilyet kérdezek, te magadtól találod ki ezt a rengeteg hülyeséged, vagy ezt te olvasod valahol? Te nem hülyeséged. Te képzed magad? Hogyne, minden két-három hónapban volt szerint teljesen lecserélődnek. De mit csinálsz? Hogy hol képzed? Milyen képzés ez? Tehát mivel van, hogy én kezelem az embereket, és közben, mint egy csugallat, jönnek föntről az ötletek, tudod, mint valaki segítene föntről engem. Mármi, hogy most cseréld le a gerincműtétet, és helyett egy más módszerrel, nem tudom, tisztíts aurát? Az auratisztítás az már nincsen bennem, mert amikor az idegrendszert kezelem meg, az immunrendszert, a kezelési módszereim ezeket mind beállítják, a csakrákat, idegrendszert, mindent beállítanak a testbe. Jönnek föntről az ötletek, ez azt jelenti, így hogy van. Egy emeleten fején van a kreatív producerete. Mindegy, hogy hol van, tök mindegy, az valószínű följebbről jön az valamivel, valószínű. Nem, az jönnek, ezek mind saját módszerek, és azért sok ember elmondhatja már, hogy segítettem rajta. Voltak, akik ugye halálba voltak, és visszahoztam embereket, volt, akinek le akarták venni a lábát, három nap múlva is nem vágták le a lábát. Szóval vannak érdekes dolgok, ez a gerinc, hogy ez egy nagyon kicsi része annak, amit én csinálok. De ugyan nagyon sok embernek van gerinc problémája, csak azért csinálom ott ezt a fantomitet a tévében, mondja, hogy fáj a dereka, mert inkább csontkovácsolással csinálna meg az emberek ezt a dolgokat, de ott nem tudod, mert nincs ott az illető. Neked van egyébként csontkovács képesítésed? Hogyne, tanítom, minden hónapban egy ilyen tanfolyamon van. És ott hozzá is nyúlsz a betegekhez? Hát itt tanítom itt az embereket, fizikálisan bemutatom. Fenn a honlapunkon egyébként van is egy teljesen... És akkor én is tudom csinálni, ha elmegyek a tanfolyamra. Akkor igen, persze. Van egy spiritista iskolám, ott ezeket a ezoterikus spiritás dolgokat ugye... Iskolád tanítom. Is van? Igen, van, igen. Sok évet, 10-11 éve. Azt a mindenit. Hát ez nagyon kemény. De nagyon működik, nem gondolnád. Ez mind megtanulható. Azért egy csomó mindenben hiszek, meg egy csomó mindennel foglalkoztam. Igen, tudom, gondolom meg. Figyelem, nem most, ha a Pránanadi működik, igen? Akkor ez miért nem működhet? Nincs ilyen a Pránanadi, hogy emelt ki a fantomgerincet, csavar rajt egyet, és lehullik a messzesedést. Nincs ilyen. Aha, tehát te nincs, nem tudsz messzesedést leszedni rólam. De ha látod, hogy ne legyen áramszünet. Nehogy eltűnjen. Hát de azért mondom, ez... hogy ez egy kis része, ez a fantom műtét, egy 1%-a abban a repertoárban, amit csinálok. Nagy részt ugye spirituálisan az agyon keresztül ugye megváltoztatom a dolgokat. Mert tudjuk jól, az agyunk mindenre képes, és az én kezelési módszerem abból indulna ki, hogy az agyban kell mindent megváltoztatnom ahhoz, hogy a test jól működjön. Hajhullást tudsz gyógyítani? De nem kizárt. Sose lehet ígérni, mert hajhagymákat ugyanúgy lehet kezelni, hát mint bármi más, ugyanúgy lehet. Azért rajta mit ott már, azért megkopott már a szőrzet, tehát hogyha... Van, ahol sok van, ha nem kéne. Hát én sose szoktam ígérni, nem szabad ígérni. Különbözőek vagyunk emberek, ugye nyilvánvaló, de nem kizárt a dolog. A megállítás az lehetséges, az már majdnem biztos,
de hogy vissza, az nem tehát tudom. Tehát agyban dől el minden, tehát elviekben mindenre képes. Használom. Így van. Tehát, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt betelefonált volna hozzád Voksán Virág, hogy kacsaszájat szeretne, akkor nem kellett volna elmennie sehova. Neked volt olyan egyébként, hogy jól emlékszem, hogy volt egy olyan is, amikor elment a hangod adás közben, és azt mondtad, hogy valaki megátkozott, csettintettél, és visszajött? Én egyszer láttam egy ilyet. Igen, az volt, hogy valószínűleg többen megátkoztak. Próbáltak mágiázni engem, mert nem tudok beszélni. Hogy megmágiáztak? Elégetnek? Szakmabeliek nyilván irítségből kifolyólag. És a csettintés azért volt, mert védelmet tettem magamra közben. És a csettintéssel ugye kezdem és zárom. Csettintéssel beszaladnak a biztonsági őr? Én itt ülök minden nap két vérszívóval. Tamás, mondd el nekem, ez hogy működik. Tehát én most adok ezzel, ha engem bántanak, mert azért itt adunk egymást, én akarok egyet csettinteni és védelmezni magam, hogy ezt tudom használni? Tehát ez egy működő dolog, de meg tudom magam védelmezni. El kell mondani azt, amit akarsz. Csettintéssel indulsz, és mondod azt, hogy mostantól azonnal, nyilván nem akarom tovább mondani. Elmondod, hogy mit akarsz, milyen védelmet akarsz magadra tenni, és a legvégén csettintéssel lezárod, és akkor azáltal te X időre, mert X időre van megszabva a program szerint, hogy mennyi ideig tartson, akkor erősebb, ha X időre van megszabva, és akkor kapsz védelmet. Aha. Én minden reggel szoktam csinálni magamnak, amikor nem felejtem el, mert van, hogy elfelejtem. Gyógyítást védelmet. Fie, akkor ezt szerintem le is csekkolhatjuk, mert most elmondtad az elméletet a dologra. Balázs nem egy hülye gyerek. Ő most ezt így elsajátította. Szerintem most két zene között én elindítok egy rettenetes jobbost. És... Megnézem a Balázsnak az állapotát, az immunrendszer, a Balázsnak. 10%. Akkor várjál, most én vagyok a betelefonál fura, mert van egy hívás, amiért te fizetsz, ugye? Hát ez egy ritka állapot, mert általában ez fordítva működik. Nem fizetős ez. A tévében a telefon nem fizetős, az rendes normál utcai telefon. Na hallod, 10%-on van az immunrendszered. 10%-on van az immunrendszerem? Igen, hát ez... De miből látod ezt, hogy miből gondolod? Megnéztem, most itt ülök a szenzetvillemet, amit láttad. De mondtad, hogy kocsó, hogy benéztél a kesztyűtartóba, vagy szemlálatok? Benne már bejöttem már rendelőbe közvetlenül. Ja, rendelőbe. Nem messze állok meg. És valami komolyabb bajom is van, vagy csak 10%-on van az immunrendszerem? Hát ez az nem jó, mert ha nem ad elég védelmet, nem működheti a testedet úgy, ahogy kell. Ugye az immunrendszerünk az egész testünk egy. Jó, a gerincemhez nem nyúlhatsz már, most szólok el a kezekkel. Jó? A gerincemet nem adom. Ha kiveszed a fantom testemen keresztül a gerincemet, csavarsz rajta egyet, felordítok. De jó, most nem, minden nem ér. Minden nem a bal arcán van egy csúnya pattanás, ha azt el tudnád tüntetni. Tamás, most egy baráti alapon most Tamás, csettints már föl neki vagy 25-re. Jó? Kicsit dobjál már akkor rajta. Ma még megyek forgatni, és egy picit feljebb tudsz hozni? Hát akkor ha leraktuk a telefont, akkor utána majd koncentrálok rád, és akkor majd feljebb hozom a dolgokat. Ez akkor is működik, ha nincs kapcsolat, telefonos kapcsolat? Azért, mert nekem az agyamban benne marad, ugye, hogy miből beszéltem, meg amúgy is azért ő ismert ember, azért sokszor látjuk különböző helyeken. Mit látsz, Feri? Tessék, ott mondjuk van baj bőven. Ott van mit látni. Nézd meg a Ferit, légy szíves. Ferinek a központ idegrendszere 10-20-30-40-50-60%-osan működik. Ez mind? 10-60? Nem, eljük a számon. 60%-os, nem olyan rossz eredmény. Nem olyan rossz eredmény egyébként. Az immunrendszere 10%-osan, és megnézem... Neki is átragad róla, rohadik utána. Stressz van a testén, mert 95%-ban a bajt, a betegséget, a stressz okozza. Ez mivel nézed, egy műszerrel? Van nekem a kezemben ez a szenzerből, nem tudom, biztos láttad. Egy stresszmérő? Nem, hát én azt is tudom mérni a stresszt, ugye. Ha a stresszt ugye megszüntetjük a testbe, akkor... Nem, csak hol lehet ilyet kapni, vagy hogy ez milyen műszer? Lehet, azt lehet kapni ilyet. Az a lényege, hogy a 95%-ban stressz van a testbe, az gátolja az immunrendszerünk működését, és ezért a testünk rosszul működik, nincs meg a védelem, nincs meg az, hogy gyógyítsa a testet, és változásokat hozzon. Aha. Létre. Mi a neve ennek egyébként, ennek az eszköznek? Szenzebil. Csak akarsz magadnak egyet? De a Feri jól van, egyébként megyek hazafelé itt a Európa. Hát megmarad még pár napig, a Feri még megmarad. Aha, nagyon. Én is birkoztam, mint te. Balázs, én vállalkozó birkózó voltam, én Pécsről kerültem Budapestre, mert ott birkoztam a pécsi vasutasba. Ott kapattál egy nagyobb ütésre. Vasasba kerültem, és itt vállalkozó birkózó lettem. Vasasba birkoztam én is. Na jó, van, Tamás, örülünk, hogy betelefonáltál, én nem hittem benne, hogy téged megtalálunk. De hát örülök, hogy beszéltünk, tényleg örülök, nagyon örülök. De mi is nagyon örülünk, koncentrálj ránk akkor egy kicsit még adás rendben után. Van. Jó? Jó, sziasztok, minden jót kívánok nektek. Vigyázz magadra! Tihanyi Tamás, Csontkovás spiritista, fantom testépítő. Nem, 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 nem,
Fantom testműtő, bocsánat. Nem gondoltam volna, hogy betelefonál. Összeengedhetnénk a vágóval egyszer, tényleg. Hát, ez egy érdekes beszélgetés, nem, hogy kettőjüket adásba tenni. Hát elviekben ő tud szemet is gyógyítani. Hogyha a végén így az Istennek így fejről lekerülne szemek, és így, basszus, mi történt? De nem lehet, mert ő nem hisz ezekben. Ja, csak nem. Olyat ja, tudnak gyógyítani, aki hisz a dologban. Uh-huh. Tehát úgy nem lehet, hogy nem hiszel. Tudok kérni áfás szemet a szenző bűről? Vagy... Szóljál be valamit? Mondjál nekem bármit. Neked? Szólj be. De bármit? Próbálj megbántani. Na, akkor mondj, csak mondj már bármi, ami jön, ne gondolkozz, ami jön. Aha, ja, de nem, várj. Szólj be, kíváncsi, hogy működik-e. Csak mondjam, köcsök. Hogyan? És de nem? Most zárd le! Várjál, ez betalált. Várjál, nem, akkor, de hogy, előbb kell csettinteni, vagy utána? Jó, ezt élvezed, hogy most nyújt. De nem, csak ez egy egyszeri ajánlat volt. Egyik azt, hogy betalált. Nem működött akkor a baj, pedig Gyuri volt egy százszárom. Istenem, hát gyerekek, mindenki döntse el, hogy amit hall, az jó vagy nem jó, igaz vagy nem, nem tisztünk igazságot tenni. A mi legnemesebb célunk a szórakoztatás. Szerintem aztunk rá okot, aztán döntsétek el, hogy akartok-e telefonálni, vagy nem. Zseniális. Zseniális. Nagyon szeretem. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk továbbra is Esztergomban, ez a helyszínünk, itt is vagyunk egészen 10 óráig, maradunk, és reméljük, hogy mindenki töltöget, mindenki szelfizik a gyönyörűséges kis autókkal, és aztán 10 óra előtt néhány perccel kiderül, hogy ki az, aki boldog autó tulajdonos lehet elvileg, vagy hát legalábbis kap egy virtuális kulcsot ma, aztán pénteken majd a West End előtt leszünk, ugye november 13-án, a nyugati téri bejárat előtt, és hát ott dől el, hogy ki lesz autó tulajdonos. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok, úgyhogy találkoztak. Összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, és az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egy. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jó lesz, meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezet egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét. Igen, nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a fenekébe. Ó, basszus. Kicsit megcsókolóztak egy kicsit. Hogy valószínűleg az lehet, hogy Tarlós a főpolgármester írja, hogy felsziszent, és zavart érzett az erőben, tudod, ez a úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és aztán pedig csönd le. Szóval állt a próbaidő alatt, próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő, Jani. Ja, bocs. Mert János őre itt engedett. Akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor 1-2 hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próbaidőn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próbaideje volt, vagy a dolgozó volt próbaidőn minden esetre. Biztos nem próbaidős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak, nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van, akinek ezen végig kell menni. Igen. Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Te iparban? Vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben a budapesti tejipari vállalatnál, azért ott egy enyhén szólva és egy szó átvétés volt, értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, hogy lent
bentről hallott, hogy valaki a hollander kulccsal ütögeti a csöveget, és küldjed be a kakaót, te kis köcsög! Tudod, és azért az, akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaóm nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaózsákokon, teljesen kiütve, igen, lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, hogy névnapot ünnepeltek, azon a héten már negyedszer. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hogy igen, egy holland kakaópor jött be, és felszívott belőle három csíkot. Kicsit megálltok neki. Igen, na. De visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyűnek képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy, ahogy hát lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a három hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, de pontosan visszaveszik tőled. Jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 000 forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mit történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, neki mentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopron Kövess, Autoliv Kft. És ilyen laboros voltam. És jött a Rio Ervatak főnököm, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részeg vagyok, minek küldjak? Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni engem? Igen, igen. Na most minden, az egészek azt mondja, hogy szervezzem meg a szökésem a szerályból, és akkor adjam, odaadt a cselédkönyvemet, kifizette a gubától, ami 600 forintot, jó jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőlt a mutatmány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredet? Laboros voltam. Laboros? Nagyon ügyes. Laboros voltam pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ez igen. Mértem. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni, jött a spanom, azt mondja, smokecatch, mondom, mondjad. Micsoda, várj, hogy hívták a spanodat? Smokecatch. Smokecatch. Azt mondja, bedesz ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Hát akkor jött ez a idió elmadat. Várj, hogy csak elemezzük, a mezei harmadosztály valami kis drink volt? Tehát valami, hogy beteszel le valami... Nem, ez a tablettás, Isten. Ja, bocsánat. Ja. Igen, értjük. Igen, beteszel le valamit a mezei harmadosztályból. Jegyzetelj, Feri, ezek jó dumák. Hát nem biszkit adott a rohadalom. Igen, és na. Akkor beverték 2-t? 3 decit. Ah, és úgy mentél laborozni. Hogy szok. Hogy mondod? Úgy mentél laborozni, hogy benn volt már 3. Igen, na, hát szóval nem veszem észre a hajszárepedést. Észreveszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárepedést, óriás. Észrevettem volna. Ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor jött? Fővettem a távcsövet, nézem a hajszárepedést, nincs, de volt. 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 Ez volt a bukta. Smoker is ott dolgozott? Smokecatch is ott dolgozott, de az is jött benne, megszervezte a szökését, ő is a szarályból. Nem volt. Nem voltunk biztonságban. És te is Smokecatch benneteket egyszerre tettek ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De siettem. Smokecatch is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. Tehát elhagytátok egymást az úton? Nem. Kicsit lelassult. A gyárba hagytuk el egymást. Ja, az úton nem, mert mentünk a következő spíbe. Jaj, nagyon jó. És hogy volt a szondás? Mondta a csáv, most hozza a szondát? Azt mondja, fulljak bele. Mondom, minek? Hát ittam. Azt mondtad, igen. Hát nagyon szeretem. Csak tudom, hogy részeg vagyok. Ez egy rövid próbaidő volt. Nem voltam részeg. Hát nem, hát 3. Csak le voltam lassú, agyilag. Nem mindegy. Így van. A tablettás IF-től. És mi van most Smokecatchen? Merre van most? Mit csinál? Próbapekvésen van a temetőben, úgy bebaszott. Ja, de jó. Oké. Okay. Jó, most tartozkodunk a ronda szalatba. Anna, a best of-ra majd ügyelj. Jól van, oké. Okay. Csak a becenevedet, hogy ő Smokecatch, és te? Én a Ali Fraser vagyok. A Fraser. Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, nagyon, de nagyon azért, jó. Mert mindig luftot ütök.
De jó, hogy megismerkedtünk, én Alifel Tyson vagyok. Tudtam, hogy ismerlek. Ugye? Ali Frazier és Hat Smokkens, nagyon jó. Én már megvan, megvan a nap története. Nagyon jó. Na, hát ilyet írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek és Smokkens-sal. Csak idézhető legyen. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Igen, Balázs, vegyél a Ferinek egy új alfát, és marad a hajad. Miért kéne? Nem kell, jó ez nekem. De beállítanék egy 0 kilométerre, vagy elintézném, hogy kapjál egyet hát örökbe? Hát az újból, a Giulia. Giulia? A Giulia, a nagyból. Giulia-nak hívják? Ilyen nevet is csak az olaszok tudnak adni egy autónak, hogy Giulia. Hát már volt neki ilyen, ugye ez már egy régebbi modell, illetve... De ez melyik a 156-os, ez mi? Ez a szájnem, ez a 166-os, a régi 166-os, a nagyon nagy autójuk most nincsen, és a Giulia azt csinálja. A Giulia, most nézem. A Giulia az 24M a csúcsmodell belőle, és az nagyon komolyan odaver mindenkinek. Most hát, ha gondolkozol, akkor... Most mutatták be, olvasom, most igen, mutatták be egy Frankfurtban, igen, de még egy évet várnod kell rá. Egy évet várnod addigra kell. Addigra meg visszanő a hajad is. És utána már nem jó. Kapod meg. Igen. Megígérem neked, de utána nem kapod meg. Ja. Igen. De egyébként tényleg szép. Tényleg szép. Ez egy... Ez veszettül néz ki. És a csúcsmodell az elég jókat tud. A négy ajtós. Úgyhogy ez a 166-osnak megfelelő? Ez, igen. Aha. Ez a, nekem volt 166-osom. Régen imádtam, nagy volt, szép volt, gyönyörű volt, aztán ezt nem csináltak, és akkor most Giulia néven jön vissza. 510 lóerős. Csúcsmodell. Hát csak azért, hogyha véletlenül... Nagyon ennyit nem ér a hajam, gyerekek. Fél év alatt visszanő, azért ennyit nem ér a rohadt életbe. Biztos akkor van inkább, belőle olcsó. Akkor inkább a kopasság, igen. Az Alfa Romeo kívánatos blöffje. Hogy? Hát csak ott olvasom a cikk neked. Jó, hát valami ízesebb esőt hülye újságíró nyilván. Valami fogalmatlan barom. Valami alfa íri szerencsétlen. Valami hülyevel írt valami hozzá. Adjad már, na hát ízével jár valami. Nem cakkal. Nem ért hozzá. Nem tudja, hogy mi a jó. A szép. Ha egyértelműen jót úgyse fognak egyik autóról. Aki Merci rajongó, az nem szereti a BMW-t, aki BMW rajongó, az utálja az Audit, aki olasz autórajongó, az soha nem fog jót írni egy német autóról, mert ő az olasz autókban hisz. Én leginkább a német autókban hiszek, tehát hogy ennek ellenére nem azzal járok. Hát ugye. De hát egy kaland vagy volt. Én egy kalandor vagyok. Én egy kalandor vagyok. Miért járnék olyan autóval, amit szeretek, és amiben megbízom, és amit jónak gondolok? Dehogy is. Olyan, na mindenki tud járni. Könnyűen. Évek óta járok vele. Cseréljük le. Könnyűen olyan autóval járni, amit szeretek, és amiben hiszel járni. Olyan autóval, amiben egyáltalán nem hiszel. Szeretem a szervizek hangulatát. Azt az összehasonlítatlan hangulatot, azt az illatot, a srácokat, hogy dumálgatunk, az aggódó arcokat. Olyan rég volt már, az izgulásra, hogy beülök, és aggódom, hogy elindul-e. Imádom a német autókat, ezért járok angol autóval. Bárki tud olyan autóval járni, amit szeret. Nézd meg a Ferit. Nem unalmas azzal járni, amit szeret. Érted, minden reggel úgy beülni az autóba, hogy tudod, hogy beindul. Hát ez most érted, kinek kell? Kiszámíthatóság. Amatőr. Igen. Na, ha már autó, gondolkoztam Viki karácsony ajándékem, és... Egy új autó. Á, fenéket. Nem automániás. Nem automániás. Nem, meg új autót nem szabad venni. Az piros lámpánál, az első piros lámpánál egy negyedet buktál. Bekapcsoltad a biztonsági övet a szalomba, és 20%-ot buktál, vagy kihurultál az első piros lámpáig, tehát nem szabad. Az már tényleg csak akkor, ha nem számít, főleg a nagyobb autóról van szó. De gondolkoztam rajta, hogy... Nem gondolkodom, igen, karácsonyi ajándék, hanem aztán elhesegettem a gondolatot, és rájöttem, hogy inkább magamnak lettem meg. Igen, inkább megveszem az új Q7-es magamnak, sokkal jobban tetszik. Megkár az a legnagyobb boldogság, ha engem boldognak. Így van. Hát milyen feleség az, aki nem akarja igazán biztonságban látni a férjét, nem? Hát, most üljek egy rossz autóba, nem? Mivel tudom boldoggá tenni a családomat karácsonykor? Magadra. Ha boldognak látnak engem. Így van. Egy széles mosoly az arcodon. Hogy tudom magamat boldoggá tenni? Egy új autóval. Nézzétek. Nézd, Benni, milyen boldog apa. Ugye, nézed magad egy tiszta bőröt? Te is a régi játékaiddal. Ugye, hogy neked is milyen szép a karácsony, hogy apád nem vert meg ma már kétszer, annyira örül az új autóján? Na látod, hát akkor örüljetek annak, hogy én boldog vagyok. Nem ezen gondolkozom, hogy el kell, hogy lopjam az autóját. A Vikinek? Nagyon jó ötlet. De miért? De ezt most miért mondom el? De miért? El? Most témát csinálok, és utána nem tudom, nem... Aha. És mi lesz, na, a karácsonyi ajándék? Át kell konvertálni. Na most, hogy előtted az ötletet. Lopni. Most tudom, hogy nem hal. Igen? Tudom, hogy nem hal. Ellopatod az autóját, és utána visszaszerzed, mint hős.
vagy mi a terv? Egyébként nem rossz. Éviki, én érted. Hagyd majd én visszazerzem. Ne hidd a rendőrséget. Nem kellenek ide azok a nyomozók, akik a profik és majd rendszám alapján. Így van, majd én tudom, hol lehet. Nem, arra gondoltam, hogy nagyon fázós, és ezért egy decemberi alkonyon ellopom az autóját, és teszek bele ilyen neki nincs benne, ilyen utólagos, ilyen állófűtés, tudod, amivel itt ilyen kis kályhát szerelnek bele, egy hősugárzót, és akkor megnyomsz egy gombot, és meleg lesz az autóban. Aha. Egy kis kályhát. Egy kis kályhát raknak, igen. Klasszik villanyrezsó. A szelet, vagy a szenet. Egy ilyen hordozható villanyrezsó. Nem olyan drága egyébként. Én is tudok adni. Ebben ne investálj. Beüregél a kocsiba, és süt rajta egy rántott, tehát ilyen kis két kerámia alapos. Abszolút jó. Meleget csinál. Igen. Van benne egy forró kis pűzé, kis csavart fűtőszál, az kész. Kicsit porszaga van. Nem csak, ez régi szép emlékek jutottak eszembe, és arra gondoltam, hogy hátulról teszem be. Ez jó, ez miért kell ellopni a kocsit? Nem, azért kell ellopni a kocsit, mert bele akarok rakatni neki egy ilyen utólagos állófűtést. Rájöttem, hogy nem nagyon szeretem ezeket az utólag beépített ilyen összeeszkábált dolgokat, mert egy kicsit olyan, mint amikor régen neked volt egy kicsit gyengébb autód, amit elvittél tuningolni. Na és erre akartam kiukadni, hogy biztos sok olyan hallgatónk van, sok olyan hallgatónk volt a múltban, aki valamilyen úton módon megpróbálta felturbozni a saját autóját, ugyanis megnéztem, hogy vannak ilyen utólag beépíthető állófűtések. Betolod egy ilyen kis tuning műhelybe, és ott beleépítik neked ezt a kályhát. Igen. És meleg lesz az autóban neki, hogy ne fázz. Az anyós ülés rovásán. Jó, minden nem lehet egyszerre. Annyi friss fának kell bent lenni egy újtósnak, egy gyűjtőnek. Német briketnek, egy kis háztartási koksznak. Minden reggel meggyújtom neki a garázsba, és abszolút meleg lesz. Csak aztán mondom, eszembe jutott, hogy nem nagyon szeretem én ezeket az utólag feltuningolt, ilyen beépített, nem tudom milyen dolgokat, tehát úgy, ahogy kijött a gyárból, az jó. Jó, de régen egy kicsit mindenki tuningolt a saját autóján. És ebből akartam én témát csinálni, hogy amikor volt egy Ladád, volt egy Skodád, volt egy Trabid, vagy akár ha most van autód, amit tuningoltál, milyen bűnt követel az ember a saját autója ellen, hogy egy kicsit nagyobbat tudjon vele dobbantani, jobban nézzen ki. Régi optikai tuningokról akartam beszélgetni, és arról, hogy milyen idézőjeles csalásokat lehetett elkövetni, hogy a te autód modernebb legyen. Ilyet régen mindenki csinált, ma már ez nem annyira divat. Hát ma már nem annyira divat. Ma már profin csinálják. Igen, persze. A régi az az volt, hogy például a Ladáknál tudtál olyan kerékjárat szélesítést csinálni, ugye a négy kerék fölé, ahol popszegeccsel volt kasztíra ráhúzva a műanyag elem, ami ugye úgy egy ilyen szélesítés volt a négy keréknél, de láttad, hogy ezt a valaki utólag ilyen popszegeccsel húzatta rá ezt a vackot, úgyhogy akkor az volt, de ma már vannak jók. Ma már vannak jók, igen, például amit én nagyon szerettem régen, az volt, amikor ilyen neon világítást tettek alulra, rettenetesen prosztó volt. Ne, szörnyű volt. Azt idézőjelesen szerettem látni, amikor elment valaki egy ilyen autó, lila 1-es Golf, Árpád hídon kiló 20-szal 2-esbe végig, és alul megvilágítva ugye az autó alatt a beton, ilyen, mint a neonzöld, vagy lilával megvilágítva. Se értelme, se célja, se funkciója, semmi nem volt. Hát dögös volt. Te jó. Mondom, és ez most... egy gyújtással együtt indult, vagy pedig volt egy külön kapcsolat, bekapcsoltak, és akkor mint egy neoncső. Régen jobbnak kellett eladnod az autódat, mint amilyen volt valójában. Skodád volt, Ladád volt, Kispolszkid volt, tényleg bármilyen autód volt, azon kicsit mindenki tuningolt. Vagy legalábbis megpróbáltál valami optikai tuningot rátenni, ha nem tudtál motorilag valamit tuningolni. Hát aztán azt is meg lehetett persze, hogy kiütötted, meg chip tuning, meg hát annyi minden hát volt. Hát a Ladáknál még nem volt. Ladáknál az még nem volt, az persze. Most divat. És ami egyébként most a csúcs, azt láttam, hogy az ilyen modern gépjárműeknél úgy van, hogy kinyitod az ajtót, akkor az ajtó alulról lefelé világít, hogy te lásd, hogy belelépsz a tócsába, vagy nem. Hát de jó. De várjál. Nekem volt olyan autóm, ami a márkajelzés levetítette a betonra. Ne! De. Én azt most láttam, az nem új. Nem, Feri, ez egy nagyon régi dolog, de... Én most láttam, hogy egy taxival mentem, kinyitotta a csávó, és a Skoda jelet... És megvillant a Trabia. És a Skoda jelet, egy szuperb volt. Egy Skoda szuperbel mentünk. Van egy pici égő, és hogy kinyitod az ajtót... Skoda. Igen. Nekem volt olyan autóm, állattam, nem szerettem, hogy a tükörben, amikor megnyomtad, hogy te keresed az autódat, akkor fölkapcsolt a fényszert, és a tükörből magának a márkának a nevét levilágította a betonra. A márka jelet, a Skoda ezt az őt, vagy mi semmi értelme. Semmi értelme. És
most már láttam, olyan Merjo jelet is csinál, tehát kinyitod az ajtót, és levilágítja a földet. Azt hallottad, hogy vannak már olyan autók, amiben van ülésfűtés? Beszarok. Ne. Hallottad, hogy az elmúlt 20 évben raktak klímát az autóba? Minek? Hát letekered az ablakot, ha meleged van. Mit szólsz az elektromos ablakemelőhöz? Hülyeség teljesen. Csak egy újabb meghibásodási pont. Tele van már elektronikával. Mi a francnak? Én azt hittem, hogy ez tök új. Ez egy-két éves dolog, ez nem annyira régi. Belekéred hülye extra, belekéred, hogy megvilágítson, levilágítson, belekéred 100 ezer forintért. Beszállsz az autóban, és sem értem-e. De király. De jó. És becsukod az ajtót. Semmi. De semmi értelme. Ez azért jó, mert ha ezen egyszer átmész, akkor legközelebb autót veszem, már nem kéred bele. Tehát ez fejlődési folyamat, hogy az ember először minden, ha lehet és megvan a lehetőség. Nem érsz, hogy kérsz, aztán már. De jó. Aztán már nem. Jó, de azért nem menjünk el mondjuk a legegyszerűbb optikai tuning mellett, a matrica mellett sem. Nekem a legnagyobb kedvencem, amit valaha láttam, ever and ever, az, amikor egy Swiftnek az oldalán láttam lángnyelveket felragasztva úgy, hogy a lángnyelvek előrefele nézte. Jézus úr! Valószínűleg tolatásban lehet rendesen. Igen. Jó. Igen. Hát, és nagyon jó a Suzuki-t említem, mert a Suzuki-kat még a mai napig széttuningolják. Tehát vannak tényleg Swiftek, Suzuki-k, a Vitarák, amiket széttuningolnak még mindig. És látod, hogy többet ér rajta a tuning, mint amennyit valójában az autó ér. Igen. A spoiler, a hátsó szár. Mondjuk ezek a régiekre volt jellemző alapvetően, és oda a kis Swift volt, de egy gyönyörű állapotban látható, hogy nagyon vigyáznak rá, és a lángnyelvek előre néz. Hát lehet, hogy hátszélbe ment az autó, nem? Igen. Tehát olyan gyorsan ment, hogy egy ilyen hátszelet csinált maga mögött, és az előre fújta a lángokat. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk a régi szép időkre való tekintettel, hogy ki hogy tuningolta, vagy most még tuningolja az autóját, mert azért használtunk jelen időt, kezd azért ez kimenni a divatból, tényleg a neonzöld, neonkék spoilerek, fényezések felnik, de mégis tényleg, amikor még alufelnére nem volt pénzed, de rátettél egy olyan dísztárcsát, ami úgy nézett ki, mintha pörögne az alufelné, és közelről láttad, hogy dísztárcsa, és brutálisan nézett ki, és 600 forintot ért a matricák, a spoilerek. Ültetések, az emelések. Ki hogy próbált egy kicsit felturbozni a régi Honda CRX-ét? Emlékeztek a kocka CRX-re, meg a 406-os Peugeot kupékat nagyon sokat tuningolták. Volt egy-két jó. De azokat talán volt értelme. Opel Mantákat, hát az széttuningolták őket. Hát az azt mondják, hogy az egy életérzés, ez a Mantásklub még mindig van. Mantásklub? Tényleg? Igen. De nekem is szar, neked is szar, tartsunk össze, ez arról szól? Nem tudom. Ma Opel Manta, egyébként az Ammantát régen nagyon szerettem. Tehát volt idő, amikor azt gondoltad, hogy úristen, hát ha lenne egy Opel Mantád, akkor mekkora király lenne. Jó, ki, hogy próbálta tuningolni az autóját, írjátok meg nekünk. Mm-hmm. Fontos, hogy milyen autó, azt ne felejtsétek el, hogy Lada, Suzuki, Skoda 120L, mi volt az áldozat? Jó? Küldjétek el nekünk. Óvatosan fogalmazzuk meg a kritikákat, vagy pedig a kis cinkeléseket, mert dübörög a magyar Opel Manta klub. Igen, tényleg? Igen, hogy feldődött mantások álljanak a stúdió előtt. Felvonulnak a legközelebbi kitelepülésünkre. A legfrissebb bejegyzés december 5-ei. Tehát mit írtak? Lerobbantam, segítsetek? Lesz 4 perc, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és régi szép időkről beszélgettünk, amikor az ember még jónak gondolta, hogy kicsit feltuningolja a Hondáját, a Mantáját, a Swiftjét, a Ladáját, és villant egyet a haverok és a barátnők előtt, mert ugye arra beszélgettünk, hogy milyen, amikor az ember utólag beépít valamit az autójába. Én gondolkozom azon, hogy Vikit meglepem egy ilyennel. Nem nagyon hiszek az utólag beszerelt dolgokban, nem is nagyon szeretem, de lehet, hogy ez jó egyébként tényleg. Hogy a csajok fázósak, na, hát az van, hogy nem szeretik a hideget, ugye, hát mi nem nagyon használjuk a garázs, pedig van, és gondoltam, hogy akkor Vikinek beépítünk karácsonyra egy ilyen állófűtést, hadd örüljön, ne kelljen fáznia, és innen indult a témánk, ugye, hogy ki mivel tuningolta már a saját autóját, hát régen nem ilyen flancos dolgokat tettél bele, mint állófűtés, hanem tényleg teniszlabda, meg nagyobb felné, meg csillagküllő, meg nem tudom, és hát rengeteg SMS. De miért nem csinálod azt, bocsánat, hogy itt vannak ezek a kis Class FM-es kis melegítő csillagok, érted, mindig, amikor Viki megy valahova, osztogatok őket, persze, egy 3-4 megpattint, azt bedobod az ülésre alá, aztán jó, meg is vagy vele. Igen, mindig mikor vagy, mikor ráül kettétől egyet, és akkor utána megvagyunk, igen. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy ki mivel tuningolta optikailag, motorilag a saját autóját, és az, hát mennyire érte meg. Nekem a Ladám kipufogójába a kukoricadarálóból kiszedett szűrő volt beszorítva, és ettől fütyült az autó.
autó. Ja, mint a turbós. Mint a turbó, így van. Hát az fütyült. Hát ez reális volt egyébként, egy Ladában turbó van, de az abszolút, abszolút jó volt. Tényleg, a koricadrálónak, mert ugye annak különböző méretű szűrői voltak, attól függően, hogy milyen, szemcse finomságú darát szerettél volna készíteni. Hú, de okos. Igen. Az E30-as piros BMW tuning, ültetés, sportkipufogó, sportkormány, üvegfóliázás, és a lényeg az MS jel. Hát igen, az MS, ugye? Hát az, mi az MS? Az MS az egy ilyen tuning csomag tulajdonképpen, egy M-paketes egy autó, az ugye, azt hiszem, nem tudom, hogy ez motortuningot is jelent, de optikailag biztos, hogy a BMW-nél az M csomag az egyfajta tuning csomag. Az a Mercedes, a Brabus. M-betűt vetted meg. Tehát a persze, nem hát volt. Valójában igazi csomagot te nem vettél rá, hanem megvetted magát az M-betűt, és akkor az egy ilyen tuningolt BMW-t jelent tulajdonképpen. Az Exem Anno Trabit tuningoltam, ülésfűtés, automata ablak, meg volt ültetve, spoilerezve. Azért ezt elemezzük, hogy elektromos ablak a Trabiba, ülésfűtés, automata ablak, azért mennyit kellett rákölteni? Mennyit költöttél rá? Anyukámat mindig kézifékezve, megpörgetve vitte télen. Évi küldte nekünk. Síp a kipuffogóban. Bármilyen autónál, de főleg Trabiban volt a király. Mit célt szolgált? Az egy ilyen hangtuning volt? Hát ez a turbó. Vagy a turbó? Turbó, persze. Senki nem gondoltam, hogy a Trabantban turbó van. Már de az nem tudom. Ez érzésre megvolt. Lehet, hogy gyorsabban ment tőle. Nem tudom. Igen. Skoda 120. 14-es felnivel Renault ülések. Hoppácska. De szép volt. Renault üléssel. Megvan ez? 5-sebességes Lada váltóval. A legjobb autóm volt. Utólag is köszi, apu. Jók vagytuk, SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Trabi 601 türkiszkék limuzin. Fater lecserélte a diagonál gumikat radiára. Sokkal jobban mentett. Igen, kis finomság. Ja, Istenem, Lada 2107, hófehér, vágott, rugók, ültetés miatt sötétített ablak, a forgatott, szélesített Lada felni, heggesztett diffi. Meg mekkora szakszavak ezek, úristen. Láttam Skoda 120L-t az elején brutális légbeömlővel. Te basszus, a Skoda farmotoros. Való kapitány ére nekünk, de ugye? Jó. A Skodában igen, az volt a jó nekünk, igen. Volt 120L-ünk volt nekünk is. Az L az ugye valahogy longot vagy a luxust jelentette. Hát ugye, szerintem ugye? A luxus. 120L. Mi akkor a Bogdáni út környékén laktunk, mire az Árpád-hídhoz értélt, felforrt a vize. Aha. Tehát nagy, nem tudtál úgy, én nem tudtam eljutni az Árpád-hídtól úgy a Margit-hídig, hogy már kétszer ne kelljen félreállnom valahol, mert, és figyelted a hőmérőt, mert felforrt a víz, álljunk meg. De nem az, hogy mit elérted a határt, leértél Baratonra. Nem. A Margit-hídnál nagyjából a rakparton felforrt a vized. Na azt jó. A Skoda üzemszerűen tudta. Na jó, de üzemszerűen. Addig hány elismerő pillantásban is belehetél a szimpla Skodásoktól. És tudod, hogy szerettem kis pockóval átülni Skodába? Anyámiknak Skodája volt. Hát más, az életcsászára voltál. Rugos ülések voltak a Skodában, 120 magasabban ültél kicsit, mert vagy olyan volt az ülés, emlékszel, hogy kicsit úgy érezted, hogy magasabban ülsz, láttad a kocsi elejét. És kis poszki, mert minden magasabban ülsz. Gyerekek, az úton vagyok, mindenki menjen innen. Jövök. 120-el. És amikor rakparton félreállsz, mert fölforrt a vizet, gyönyörű. Hát ez a gyönyörű történet. Néztek mi? Parasztok. Ugye? Ugye? Csak megállok egy kicsit pihenni. Március akik kitett könnyökkel mentél, mert már nagyon menő voltál. És akkor a 120. A bal könnyököt, tudod. Konkrétan ilyen nem tudom mozgatni a könyökömet, annyira fáj. Tehát szóval akkor így kellett velem menni. A férjem Dacia alá kb. 80-as micsoda körcsövet tett kipuffogó gyanánt, ezt végig a hátsó lökhárító alatt vezette el. A hangjától mindenki szívinfarktus kapott, ha adott egy gázfröccsöt a piros lámpánál. Nani küldte nekünk. Ford Escort 1.8D. Opa! Teszem hozzá, gyönyörű kék színek voltak általában, Escort 1.8D, csodálatos. Felrakadtam rá egy hatalmas VRC szárnyat, fehérvári benzinkúton mellém állt a rendőrség, elfogó TT Audi, és fogták a hasukat a röhögéstől, rommá oltottak, nagyon ciki volt. Úristen, tényleg ezek a hátsó szárnyak. Ezek a hátsó szárnyak, amikor ezeket itt felraktad, még a Subaru Imprézán sem néz ki jól, én utálok mindenféle hátsó szárnyat, de amikor tényleg ráraktad egy ilyen 1.8D-re... Tudjuk, hogy teljesen fölösleges, semmit nem segített rajta. Igen. Semmi nem állt olyan jól az egy darab ezüst Dodge Cheek, mint a kis Polszkimnak. 1002-es Lada koppány kipuffogó sportkormány, 1005-ös Lada műszerfal, kifordított BMW felni, Sirocco első ülések. Nagyon raj volt, Gábor küldte nekünk. Ó, de szép mondatok ezek, igen. Azt mondja, hogy én a 120 L-es Skodámra vettem egy zöld cikszalagot, és a gépháztető csomagtartót és a tetejét áthúztam vele háromszor. Hát, olyan mutatós volt a három csíkben. Azt elhiszem. Zolika küldte nekünk. Van egy hallgatónk, és haló, jó reggelt!
Jó reggel, sziasztok! Hello, na te mit tuningoltál? Szia, én Patkós Balázs vagyok. Szia, Balázs. Igen, itt vagyunk. Igen, lehet, hogy most sokan felsikoltottak, mert éreztem, hogy tartottál egy 4 másodperces hatásszünetet a neved után. Igen. Hát, hogy vártál, hogy mi is bemutatkozunk. Rákóczi Péter és Sebestyén Balázs vadolyán. Gondolom, azon szubkultúrának, ahol te tevékenykedsz, ez mond valamit, de nekünk kevesebbet. Segíts, Léci Balázs. Mondjátok, mi lenne a szükségetek? Mi nem tiszta? Ja, hogy mi nem tiszta. Ja, hogy kérdezzük. Hallgatom a műsort egy jó ideje. Picit azt látok, hogy szakértőként majd te osztasz meg, mert néhány klasszikus tuning tippet, trükket. Igen, tehát a hallgatóink szoktak bejelentkezés elmondani egy történetet, nem mi szoktunk a hallgatóknak mesélni. Hogy mit mesélnél, vagy mit mondanál? Hát a legelső gond igazából az, hogy ugye a hatóságok ráfeküdtek erre a dologra elég kőkeményen, és amit itt elhangzott, az gyakorlatilag az minden szabály ellenes. Tehát nem úgy működik, mint külföldön, hogy megveszed a terméket, és akkor beérek a forgalmi engedélybe, hanem itt sajnos ezekkel jogszabály nincsen. Tehát gyakorlatilag minimális dolgot lehet az autón átalakítani, és ezzel gyakorlatilag a forgalomban részt venni úgy, hogy az mindenféle vizsgál rendőrnek megfeleljen. Tehát dupla koppány kipufogót nem tettek a ladámra csak úgy? De most már vannak olyan pont a kibufogóban van egy magyar termék, ami konkrétan műbizonyatos, és ez műszaki vizsgálatot kezdve mindenhol megfelel mindennek. De gyakorlatilag ez iszonyat ritka az a termék, ami tényleg nyugodt szívvel, hogy nekünk kötelességünk elmondani, mi az, amiért gond lehet, vagy pedig nyugodtan mehet az autóval az ember. Oké, ez van most, de minket most alapvetően az érdekel, hogy mi volt régen, tehát hogy a klasszikus, régi, jól bevált, már egy picit már mostanság cikinek tűnő tuningokról beszélgetünk éppen. Hát igazából beszéltetek erről a neon szetről, meg a világító szelsapkáról, mondjuk voltak ebben még konkrétan keményebb verzió is, például a álféktárcsa, a hátsó dobfékes autóra. Előbb mondjuk egy 260 mm átmérő féktárcsát van, hátul pedig egy 320 mm-es, egy ilyen, hát mint a CD diszk, konkrétan átjuggatva, azt elhették az autóra, és ugye hátul álféktárcsa néven üzemelt a dolog. Tehát igazából olyan sok minden volt, meg van is ilyen pillanatban, már ezek ugye elkoptak. Mi volt a legnagyobb baromság, amivel találkoztál? Hát figyeljetek, annyi mindennel találkozok, hogy borzasztó. Ezek a szigetőszalagos megoldásoktól kezdve, tényleg a kókányolások, a vágások, a faragások, ezek iszonyatosan érték a korszakot régebben. Most már ezek elkoptak, tehát nincsenek igazából. Már csak a profizmus. Hát a dupla kifogó jobbról a balról, egyik oldalon télen füstöl, egyik, a másik az meg ugye nem, mert így az kamu, ez egy álkifogó. Nagyon sok minden. De például a neon, amit mondtatok, az egy drift, ugye cirkuszi feelingből drift előadásokon lehet látni, nagyon komoly japán és amerikai versenyeken, vagy európai versenyeken, amikor egy olyan hangulatot tudnak ezzel okozni, ugye, hogy tényleg sikít a nép, és világít a szelsapka, meg a kerék, meg minden, meg stroboszkóp hatás. Ezeket igazából nem tudtuk annyira köpködni. Nyilván utcai autóknál, amikor ilyet lehet testen elvenni, akkor az általában ugye a Suzuki sok sajnos ezt szívesen alkalmazták, de már ez is be van tiltva. Jó is ez, kell az, nincs egy, az jó, az, nincs ez ezzel baj. Ez is már be van tiltva, tehát ennyi. Jó van, köszi, hogy elmondta, ciao, hello, Valim, köszi, ciao, hello, ciao. Szia. Gyorsan nézzük még egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy kockalada hátulját ladaníva rugóval megemeltük. Ha 5 ember ült benne, nagyon megült. Ha 2 ültünk, akkor brutál magas volt a hátulja. Boldogak voltunk az első autónkkal, ez kb. 15 éve volt. Én Békés Csabán a 123-as Mercim hátsó rugójába tettem zsiguli rugókat, hogy a romániai gázolajcsempészéskor ne érje le a segge. Ez 2000-es évek volt, Karcsi küldte nekünk. Nissan Sunny volt 17 évesen az első autón, brutális zene volt benne, hófehér volt, az elején tűzlángok pakírta nekünk, reméljük jó irányban feltett tűzlángok. Nem úgy, ahogy azt Jani elmesélte. Azt mondja, hogy nekünk a Trabiban annó nyitható volt a hátsó ablak, és egy brutális traktor duda is be volt szerelve. Kaszkó matrica szétvágva, csáó köszönés felragasztva. Tényleg, megvan? A kaszkóból csáó. A kaszkóból csáó. Csináltak a csáó matrica. Igen, Tibi küldte nekünk. A napmondása ritka, mint a Honda Civic gyári kipufogóval. Ó, de szép volt a kis Honda Civic-ek, de szép a kocka Civic hátul, de szerettem még a kockalámpás hátsó. Szépek voltak. Akkor. Nekem még volt egy 16 szelepes 1.8-as GT Mitsubishi Coltom. Szintén, amikor még nem jöttek a lekerekített Coltok, hanem még a kockalámpás hátsó.
a Kispolszkiból egy olyanba ültem át. Esten keltem vele. Császár voltál, mi? Arra emlékszem, hogy a Kacsopongrád felüljáron éjszaka úgy jöttem le, hogy így pörögtem vele, tudod. Háromsávos felüljáró, hullámvasút, tél, csúszott az út, senki, kicsi alászett, gáz, kézifék. Gondoltam, picit kirakom a segét. Így jöttem le. Friss jogsival, hármat pörögtem, de senki nem volt, igen. Egy 8 GTI, akkor? Hát az Kispolszkival, az nagyon, nagyon nagy szám volt, és Kispolszki után. A minap láttam egy 20 éves lila Seat Ibizát, brutál hátsó szárnyal, Lexus hátsó lámpa, elől BMW Angel Eyes, fergeteg volt, Miki küldte nekünk. A ladákhoz lehetett kapni kis sípot, amit a kipufogóba kellett rakni, hogy olyan legyen, mint a turbo, amiről ugye beszéltünk. Anyám Suzuki-en sportmatrica van elől a motorháztetőn, ez legalább három lóerő. Jaj, de jók ezek az SMS-ek, úristen. Két kazettás levehető hangfalas magnó megvan? Nekem Trabantó volt, a két hangfal ment hátra, a kazettás egység a kesztyűtartóba. Még Equalizer is volt benne. Ezt Gábor küldte nekünk. Metál zöld Trabim elejére egy törött kamionról leszedett Fiat Iveco feliratot szereltettem. Akkora volt, hogy alig fértem. Miért? Hogy miért tettél fel egy Trabantra akkor egy Fiat Mit Iveco? Hittél, amikor azt felraktad? Jaj, de szerettem, így van. Lada tuning váltókart elfűrészeltük rövidekre, koppány dob dísztárcsa, sárvédő szélesítés lavorból. Ezt bátya küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, ha láttátok volna a bordós zsigámat, hátsó ablakon maffia ráccsal koppány kipuf. Fogóval. Hátsó ablakon hát maffia. Az a maffia, azt nem értetted, mert hogy az tényleg nem volt jó semmire. Hátra már nem láttál tőle, árnyékolta, ott a izét, a hátsó ilyen kalap tartott, nem tudom. Semmi értelme nem volt. Semmi. De valahogy mégis. De valahogy mégis működött, igen. Na jó. Hát igen, jó volt egy kicsit nosztalgiázni. Köszönjük az SMS-eket. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, megérkeztek közben? Tényleg? Hello, Feri! Ciao. Ott vagytok? Hello, sziasztok! Na, hello! Na, mi van? Kérlek szépen, a BKV kőványai divíziójánál vagyunk, és az a helyzet, hogy hoztam a gyereket autóvezető tanfolyamra, illetve buszvezető tanfolyamra, mert olvastuk, hogy van felvétel, és azt már én ki is derítettem, hogy esélye van a Janinak, mert 150 centi a határ. Tehát a fölötte vagy nyertél. Az menő csak. Apa, utána megyünk vissza a tengerbe, apa! Megyünk tengerbe, mondd neki, hogy megyünk tengerbe, csak viselkedjél normálisan. De tudod, hogy minimum D kategóriás jogosítvány kéne, a Janinak még B sincs, tehát azért itt még vannak hiányosságok. Beszélgettünk itt az oktatókkal, és ők azt mondták, hogy sokkal jobb, hogy az ember tiszta lappal indul, nem zavarnak össze a korábbi tanulmányok, úgyhogy azt, hogy én gyakorlatilag nem tudok fejezetni semmit a bicikli kívül, ez most itt pont jól jön. Ott van már a szörnyeteg előttetek? Persze, így van, és kisegészítettük amúgy nem egyszerűen gyárművezetési gyakorlatilag, hanem egy troli töréstechnikai tesztje. Egyébként imádnám, ha beülnél automata, full gáz, és neki a falnak, az szenzációs lenne. Beültünk Ferivel, annyira azért már elárulhatunk, hogy Feri egy picit kipróbálta a járművet, egészen megdöbbentő. Tehát, hogy hatalmas játék volt. Nekem picit fura volt, hogy felszálltam, és ugye automatikusan rögtön elkezdtem keresgélni a jegyet a zsebembe, hogy rögtön lyukasztam, hát erre így se viszteljünk. De belülről annyira high-tech az egész, és kicsit kikérem magam az utazó közönségnek a nevében, hogy nekünk nem ilyen légpárnás, emelkedő, tompítós, kényelmes, hatalmas üléseink vannak, mint a vezetőknek, mert a Feri azt kipróbált, és valami egészen megdöbbentő módon reagált a súlyára. Nagyon fontos, hogy ugye mivel ez egy tanuló troli, így ahogy te is mondod, meg én látom közben a Ustream csatornát, nézlek benneteket, hogy két ülés van, de lehetőleg ne az anyós ülésbe üljél, mert oda az oktató ült. Az automatizmus már megvolt, oda ült. Tehát automatizmusra gondolom, beültél az anyós ülésbe, de ne tedd, ülj át bal oldalra, jó? Jó. Igen, először tényleg az történt, hogy beültem oda refekszőn, és már rögtön mondtam, hogy anya, ne árja! Elővetted a kis GPS-edet a táskádból, és elkezdtél nagyon irányítani mindenkit. Ha elkezdtem mit fár elkedni. Igen. Amikor mondtad, hogy már itt áll mellettünk a szörnyeteg, akkor először azt hittem, hogy Darázsi Károly főoktatóra gondol. A kérdés erre vonatkozott. Ne bántsuk már. Nagyon köszönjük egyrészt, hogy itt lehetünk, másrészt van valami a kezedben. Ez micsoda? A bevezető, sziasztok, először üdvözöllek titeket. Ez a bevezetőből kiderült, hogy töréstestnek szánjátok ezt az alkalmat. Ezért arra gondoltam, hogy egy szondával kezdünk a Janinál. Én nem vezethetek akkor, ez már kiderült. Igen, hát ezzel a trollibusszal holnap 6 embernek még sikeres vizsgát kéne tenni, hatósági vizsgát, tehát meg kéne óvni holnapig ezt a verdát.
Tehát megkérném a Janit, hogy először egy szondát fújjon. Parkolóállásban van a szonda. Jaj, de szépen veszett szájra. Imádnám, ha kiderülne, hogy észeg vagy, Jani. Annyira szeretném, komolyan. Köszönöm, szívok, mint fújok, de szerintem ez menni fog. Figyeljetek. Egyenlőre P betűt mutat, alkohol szint, ugye a cukor szintet méri. Igen. Hoppá, kiírta, 4 kiló konyakos megy. Kiírta, hogy rendben vagy, vezethet. Akkor megközelítjük, jó? Hogy tisztátok? A szörnyeteget, a gépállatot. Na, Balázs, neked is van a régi álmod, amit már ugye tudunk, abból a szempontból, hogy ugye bejutni a buszba már tudjuk, hogy hogy kell. Mi megpróbáltunk, aláfeküdtünk a Janival, és elkezdtünk matatni a lökhárító alatt, így egy rohadt gomb nincs. Hogy kell bemenni? Hát téged kérdezlek. Hát az van, hogy én azt láttam, hogy mindig, amikor átsorgik a megállóba, akkor a vezető, a buszvezető, vagy trollibuszvezető oda megy előre, körbenéz, mindig egy kicsit körbenéz, és utána pedig elkezd matatni valamit a fényszórók, vagy pedig a lökhárító környékén, és nyilván keres egy gombot, amivel bejutnak a járműbe. A Károly, nyitnád az ajtót nekünk, mert így marha nehéz lesz, amíg kívül vagyunk. Kinyitjuk a lámpát előn. Itt a lámpát. De ha most ezt elárulod, akkor mindenki be fog jutni a trolibba. Nem baj, a többit úgyse tudja, csak azt, hogy a lámpánál kell valamit matatni, és... Nem túl bonyolult egyébként, picit egy hasonló szituációt képzeljetek el, mint a Terminátor 2-ben, amikor Arnold ugye szépen az árnyékolót lebuktat, és ott volt mögött a tartalék, úgyhogy ez is körülbelül ennyire bonyolult. De nem mondjuk el, mert ezzel fog szórakozni fél Budapest. Ki az a sok ember körülöttetek? Mert látom, hogy 8-10 nagyon nagy kárörvendő mosolyal már állnak körülöttetek. Ők... Szeretettel integetnek a BKV munkatársai a Ustream csatorna nézőinek. Várjál egyet, maga mit csinál? Én cseréstartalék vagyok. De szép szakma az. Van egy cseréstartalékunk maga. Én most végeztem az első lépcsőt. Levizsgázott? Nem. Kint a vonalon, csak jövök vissza végül. Ja, akkor már vezetett egy ilyen pirosat. Azt mondja, hogy van itt egy hölgy is. Ön mit csinál, drágám? Leltáros vagyok. Mit kell leltározni, hogy megvan-e az összes trolli esténként, hogy ilyen gondolkodnak? Azt is el szokták lopni? Hát azt nem, de tűnnek el dolgok. De még bármi lehet. Na, hát ők azok akkor, akiket láttál. És rajtuk ki még van, akit egy páran a kerítés mögött tartik, Heckler Kochban és Beresztában, mert egyébként a technek itt van mögöttünk a kiképző pályáját. Hát fia, nagyon-nagyon nyomsz egy kövéret, akkor átmehetsz oda, és csak ott fejbelőnek az a baj. Azt mesélték itt az előbb, hogyha odaállsz a kerítéshez, és nagyon sokáig nézel át, akkor egyszer csak megjelenik egy csávó, és azt mondja, hogy ne nézelődjünk itt, viszont látásra. Tényleg. Na, közvetíts Feri, mert ugye nem mindenki látja a Ustream csatornát, hogy pontosan mi történik, hogy száll be az a kicsi ember abba a hatalmas troliba, hogy néz ki az ülésben, mekkora hát neki a kormány. Nem vagyok már. A gyereket hoztuk szórakozni. A troli egyébként különbözik-e valamiben attól, ami a közúti forgalomban megy? Ez a most, amivel vezetünk, nem. Ez a kocsi is részt vesz a közúti forgalomban. Annyi, hogy el van helyezve benne egy ilyen mobil oktatói ülés, oktatói pótvékkel. Mondjuk én marha nehéz felszállni az első ajtón, ha ez benn van közlekedésben is. Igen, de ez kb. Egy óra alatt ki tudják szedni, és egy óra múlva a kocsi visszamegy forgalomba. Jó, tehát annyi, hogy az első ajtónál van egy kis emelvény, azon van egy ugyanolyan kényelmes troli ülés, mint a fővezetői, és előtte egyetlen egy pedál van, vélhetőleg ez a fék pedál, hogyha bármi baj lenne. Hát vélhetőleg, mert nekem fogalmas nincs, hogy mi nincs. Na, de mi történik? János beült, Feri, közvetíts, hogy mi történik? Beültem, most itt ülök egy rettenetesen kényelmes székben, és az első mozdulaton természetesen a mikrofonhoz indult meg, és most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy melyik a mikrofonnak a gombja, mert szeretnék kommunikálni az utas közönség. Na, Jani beült a főnöki ülésbe, és teljesen életidegen az egy. Üdvözlöm kedves utazó közönségünket, a mai járat tonna, amit éltem elő. Na, most pont... Na, most pont azt hallottátok, ugyanis ez egy biztonsági kapcsoló, ha bekapcsolod és beszélsz az utasokhoz, akkor 30 másodperc múlva ez automatikusan leolt, pontosan emiatt, hogy ez ne történjen meg. Hogy a túlvezére trollibusz vezetők ne töltsék. Már leköltsék, igen. Hogy ezek ne menjenek ki. A trollibusz vezetése szerintem tök egyszerű, mert két pedálos, tehát automata a szerkezet, csak Jani nem éri el. Megoldjuk? Jó, akkor próbáljuk meg ezt megoldani. 2-3 téglát hozzatok már. Nem éri el a pedált, jól hallom, hogy nem éri el a pedált.
Hát egyelőre nem, de most egy kicsit előre, figyelj, nem fogod elhinni, előre, nem húzta előrébb az ülést, hanem előrébb csúszott, ez azt jelenti, hogy az üléstábla és a Jani háta mögé egy komplet nagy bőrönd elfért volna, talán most sikerül, koppanásul vagy, ez a legeleje, eléred a pedált, kisfiú. Igen, apa, megvan! Ugye, előrébb húztam egy kicsit az ülést, és most már elárom, elérem a pedálokat, lábújjal. Vegyél fel magas sarkut. Még tudunk segíteni annyit, hogy lejjebb engedjük neked az ülést, illetve magadra tudod állítani a kormányt. Jó, de akkor nem fog kilátni, ha lejjebb engedjük. Hát, bízunk benne, majd elmondjuk, mit látunk, jó? És hogyha elhaladnak egy római katolikus templom mellett, akkor a hívők keresztet vetnének, mert benéznének a trollib, és azt látnak, hogy magától megy. Szerintem indítsunk, jó? Ott a sluszkulcs van rajta, három gombbal tudod vezérelni a trollit. Jani bámulatosan, abszolút érdeklenen arccal néz, és a kulcsot próbálja. Nem lesz motorhang, Jani, mert ez elektromos. Figyelj neki, tényleg, ezt mindig elfelejti az ember, hogy azért ez egy lopakodó. Valljuk be őszintén, ez a BKV járműparkjából ez a teát. Ez a lopakodó. Ez most már jár. Szóval be akarta indítani, de nem lehet, mert hogy már járó üzemben van. Van egy előre gomb, egy pihenő gomb, meg egy hátra menet. A pedálokat kérdezem, hogy tudja, hogy melyik melyik. Aha, ez a pedál, amin állok, ez mi? Ezt jól éreztem, hogy ezt kell megkérdezni. Ugye, ez mi? Jézus. Attól fogsz elindulni. Jókolom, bárki elvitt mi. Igen, az a menet pedálunk. Ez a menet pedál, igen. Igen, a másik a fék pedál. Ez pedig a fék, azt úgy csak fogjuk használni. Jó, majd használom a sajátomat. Tehát ez a gáz, igen. Igen. Jó, és mi ugye rükvertbe fogunk haladni. Először igen, aztán majd, hogyha menni fog, akkor megpróbálkozunk egy kis slalomozással is. De vezeték közelében, mert ugye ez a jármű vezetékhez van kötve, tehát 2,5 méter tudsz jobbra-balra menni, utána baj van. Helyem lesz elég? Tehát hogy azt látom majd a visszapillantóban, hogy nagyobb tömegek indulnak meg a jármű felé, hogy megpróbáljanak leállítani, akkor tudok valamerre menekülni? Igen, tehát van helyed is, úgy csináltuk meg ezt a pályát, hogy kiürítettük az egész szektort a kezdetén. Hogyha belenézel a tükörbe, látod, hogy ebben a szektorban rajtad kívül senki nincs. És azért itt van még a fék, hogy azért meg tudjam állítani a járművet, hogyha egy kicsit elszabadulna. Ha kimegy a 2,5 méterből a Jani, akkor leszakítja a csatlakozót a vezetékről, és tovább száguld a jármű? Nem szakítja le a szedőt, a vezetéket azt megsértheti. Isten igazából annyi, hogy kiugdik az áramszedő a vezetékből, és le fog állni a jármű. Itt jött egy nagyon fontos kérdés, hogy van-e airbag a trolliban, mert ha van airbag, akkor Jani nem ülhet az első ülésre. Ha van, kapcsoljátok ki, mert 12 éve alul gyerek nem ülhet az első ülésen airbag-ja. Jogos. Na, zárjuk az ajtót, kezdjünk már belemeríteni a sok. Várjál, Jani csönget a sárga gombbal, tessék. És a pirossal zár. Nyomd már meg a piros gombot. Vigyél már fel, kocsör! Piros. Milyen jó képet festesz a vezetőkről, Jani. És megvan! Eddig jól vagyunk, semmi nem történik, de Jani nagyon örül, bezáródott az ajtó. Ki kellene engednünk, a következő instrukció az lenne, hogy ki kéne engedni a készítéket. Mi leszállnánk? Oké, okay, készítéket engedjük, jó, melyik az? Két rá, légy szíves a fékpedára. Melyik az? Nem tudja, melyik a fékpedál, most mondtuk el, ember! Igen, nyomd be, légy szíves a fékpedált, az benyomva. A bal kezednél látod azt a fekete kart, húzd fölfelé egy kicsit, és engedd előre. Úgy, na most elengedted a kéziféket, innentől kezdve mozoghat a jármű. Jó, tegyük hátra menetbe. Tudod, a röbetű. Előttünk egy oszlopan, arra nem kéne elindulni. Römint hátra. Römint hátra. Jó, és szépen lassan, finoman. Nagyon száguldozni nem fogsz, ez a kocsi hátrafelé 5 km/h sebességre. Sok lesz az neki. Ne, én már látom, hogy sok lesz kár, hogy tényleg nem akarlak zavarni, de nem ülnél le a másik székbe, ahol van pótpedál, mert mi még a Latival hazamennénk. Fel vagyok az ilyenekre készülve, nem kell félni. Janikám, hogy érzed magad? Tessék! Nagyon jó, szerintem egyébként akár indulhatunk is. Köszönöm szépen, Vitéz úr, már elég tiszta az ablak. Na, próbáljátok meg elindulni, kíváncsiak, hogy megy-e. Anélkül, hogy lefulladjon. Még lefulladni nem tudom. Borzasztó furcsa érzés, hogy tényleg semmiféle rázkódás nincs, nem rezeg, nem mozog, nincs alapjárat, nincs semmilyen motorhang. Tényleg olyan, mint hogyha ha most ebben a pillanatban csak parkolnánk, de ez a gép már mozgatható, ugye? Igen, ez már teljesen nem van. Mozgatható, Jani, csak rá kéne lépni a gázra. Abban a pillanatban el fog indulni a jármű. Azt szeretné, figyelj, ilyet még nem láttál, az emberünk tapossa a fékpedált, mikor mondjuk, hogy rá kéne lépni a gázpedára, két lábbal nyomja. Na, kicsit izgul. Igen.
Aha. Elindult? Nem, hát hogy indult volna? Meg kéne nyomni a pedált. De miért nem nyomja meg? Már megnyomtam. Kisfiam, megmondtam már, hogyha ott vagy, nyomd meg a gázpedált. Kisfiam. Apa, ráléptem a pedálra, és most megindultunk, na, de nem is dobtam be tokent. És majd dobjál be két tokent, és kezdj el tolatni, mert kiszedlek a Dodge-ből, és úgy elverlek, hogy nem, anyát se ismer rád. Figyelj, csak nem azt a tükröt kéne nézni. Vagyatok már hátra csétálva. Komoly munka folyik. Én valaki keresztül ment, mögöttünk 60 méter. Na, talált, elindult! Megtaláltam a tükröt ebben a pillanatban, neked is tetszene Balázs, mert hatalmas felület. Figyelj, látom, hogy merre kell mennem. Oké, megindulok tolatásban, abban az irányban, ahol ezek az egyébként nagyon barátságos külső bolyák le vannak rakva. Remélem, hogy nagyon, nagyon strapabíró a dukkozás a járművön. A cél? A cél a járvány, vagy az oszlop az a cél? Mind a kettő, tehát bírni fogja, csak a koppanásával. Jobbra tedd egy kicsit, akkor mert jobbra az a másik. Mi történik, Feri? Mi történik? Nagyon szépen haladunk, 15 méter tetszünk meg hátrafelé, és Jani annyira el fogja trafálni az első bóját, mert amikor azt mondják, hogy jobbra tegebb a kormány, ő következetesen a bal kezét használja. Figyelj! Első bója megvan! De nem, nincs meg, elmentél mellette, te soha. Meg nem elütni kell, Jani, hanem kikerülni. Megvan! De nem elütni kell, mondom. Első karbantartó megvan! Még mindig tolattok, Feri? Igen, igen, megyünk még hátrafelé, mert a pálya hosszú, illetve Jani nem meri megnyomni a gázpedált. Nem? Akkor ezt figyeld, öcsém. Ja, egyébként csak öttel lehet menni. Előre viszont megy, mint bitang a jármű, úgyhogy az lesz az izgalmasabb, hogy előre felé meg tudja-e majd. Légy szíves! Mit, hogy olyan szerencséd volt, hogy olyan távolságra teszik a busztól a három bóját, hogy simán elférsz mellette? Menjél egyenesen egy kicsit, Jani, hogy tudsz előre menni? Mert hátrafelé öttel, hát azért ezt az öt éves gyerekem megcsinálja. Az öt éves gyereket igen, de most róla van szó, tehát hogy ezt ne felejtsd, hogy ezek képességén meglehetősen limitáltak ebben a témakörben. Figyelj, azért egy taps effektet megérdemeltem volna, csak régi jöttem anélkül, hogy nekem. Tessék. Köszönöm szép. Jó, nem akarom kisebbíteni a teljesítményt, de egyetlen egy kormány mozdulatot nem kellett tegyen, mert tök egyenesen hátra tolattunk, és az van, hogy most Károly az oktatónk azt mondja, hogy innen nagyon szép lenne nyerni, de ezt még ő se vállalná, úgyhogy még 10 métert tolatunk. Eddig semmit nem csinálta, Jani mind megnyomta a hátrafelé gombot, hogy arra menjen, és hogy nyom meg a féket, te szerencsé, hello! Meg vagyunk! Mit csináltok? Mi történik? Letaroltunk egy teljes különítményt, akik egy izét mentek javítani, egy trolibuszt mentek javítani, mert Jani most már előre akart menni, viszont elfelejtett váltani, tehát továbbra is hátramenetben vagyunk, és mögöttünk el akart menni egy kis karbantartó csoport, na ők már nincsenek a BKV alkalmazásában. Valahol szerintem a dolgot. A kormány előtt. Igen. Nyom be. Benyomtam. Most mit csináltok? Milyen én súlyomra mozog ez a gomb? Mert azt mondták, hogy nyomjak be egy gombot a lábammal, de nem tudom, hogy az én súlyom ezt megmozgatja-e. Az milyen gomb ez, az elalvás gomb? Nem, az a gomb, hogyha benyomja rendesen, akkor onnantól ez a kormányt odaállítja, ahova szeretné, és így talán könnyebb lesz neki szalmazni, nem kell nyújtózkodnia. Jó, meglétni. Jó hírünk van, kedves hallgatók, Jani, eléri most már a kormányt. Figyelj, ez döbbenet, hogy nem. Döbbenet, hogy 20 perc azt állítjátok, hogy érje el a kormányt és a pedált. Tehát ez már nagyon szürreális. Jó. Az a baj egyébként, hogy gyakorlatilag mindent fel kéne írnom. Tehát, hogy egyszer elmondanak valamit, akkor megcsinálom. Másodszor elmondják, ugyanazt már nem emlékszem rá. Tehát, hogy semmilyen szinten. Most mondták, hogy nyomjak meg egy gombot magam előtt. Megkérdezte Feri, hogy ez az elalvás gomb, akkor mondták, hogy nem a katapult. Ja. Elmegyünk egy picit reklámozni. Hát, ha az 5 perc reklám alatt 3 métert tudsz haladni, úgy jövünk vissza, hogy Feri elmondja, hogy haladta 3 métert, és csak két gyalogos ütöttél le. Jó? Figyelj, srácok, én férfi vagyok, nem szoktam hozzá a tolakáshoz. De... Csak előre. Jó, csak előre, mi? Na, jövünk néhány perc majd. Fél tíz múlt, pontosan 7 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát közben ugye elmentünk egy pici reklámra, meg zenére, de közben láttam, hogy mi folyik a Ustream-en. Hát mondhatni, Jánosnak eszébe jutott a domináns tonalitás. Tehát ő nem tér ki senki kedvéért, ő nem fékez senki kedvéért. A fonaljárás gyakorolja trolli vezetés közben. Domináns tonalitás, nem fékezünk senki kedvéért. Babakocsi, gyerek, terhestő, senki kedvéért nem állunk meg. Hello Feri, ciao újra! Halló, sziasztok! Feri jelenleg a pilóta ülésben. Tényleg? Hátra tolatni, igen, mert elkövettem azt a hibát, hogy megindultam előrefele, és
kisebb, kisebbféle bonyodalom lehet, hogy nagy probléma nem lehet, csak azok az emberek, akik bennálltak a megállóba, hogy gyakoroljuk velük a felszállást, azok gyorsan szétszélettek. Igen, de láttam, hogy a domináns tonalitás nyomott, tehát, hogy nem fékezel senki kedvéért, nem térsz ki, nem állsz meg, a fonaljárással vitted a trollit, láttam. A kollégát a parádézat nagyon szívesen, az utasok, tehát az... Na, hát figyeljetek, nagyon mentél előre, ez jó? Nagyon komoly szakma, nagyon komoly meló, egyébként a BKV jelenleg is keres olyan nálam tehetségesebb sofőröket. Nem lesz nehéz. Igen, nehéz tehetséget. Nem kell lenni. Sokat castingolni. Figyeljetek, tehát nagyon jó volt, amikor ugye végre benyomtam a féket itt a kis utamnak a végén, és körbenéztem, akkor pont ugyanaz az érzés fogott el, mint hogy elvesztettem a tüzességemet, mert csak boldog, megkönnyebbült arcokat láttam. Mindenki fellélegzett? Igen, végre. Simán el tudok képzelni, hogyha én egyszer kapnék itt egy jogosítványt, akkor reggelenként, amikor így megjelennék a kis trollimmal a busz megálló környékén, és az utasok meglátnák, hogy én vezetem, akkor így elindulnának gyalog. nem, köszönjük, ezt nem. Nem, ők nem. És mit csinált az óriás? Elütött már valakit? Micsoda? Most nem a bátorság, próbáljuk a BKV-sek, neki tud átfutni előttem, mert hátrafelé nagyon lassan megy a troli, de előre annál jobban. 53-nál mondjuk leszírt, de odáig figyelj, olyan gyorsulás van, mint az állat. De 52-vel, apa, 52-vel akkor! Ügyes vagy, kisfiam! Figyelj, a gyereket csak hadd idézzem meg, amikor megpróbáltuk az előre való haladást a slalom pályán, akkor Károly, a vezető oktató, már sikítva üvöltött, hogy Jani, fék és jobbra, mi történik? Nagyon nagy gázadás, és balra fordult. Ne! Imádtam! Annyira, tehát, hogy annyira nincs benne a mozgat, mert azért aki vezet, az nyilván fék gáz átrakod a lábad, még akkor is, ha nem automata kocsival vezet. Érted? És nagyon tehát a fék jobbránál nagyon kövér gáz balra. Itt van egy betonoszlop, ami a troli felső vezetékét tartja, 1 centire tőle sikerült bevésztékeznünk, ezután jött a kicsi tollatás hátra Janitól, ott akkor azért kiabáltunk, hogy a hátulját ne zúzza le, majd amikor elmondta a Károly, a vezető oktatónk, hogy a felénél a busz, tehát a bója akkor tud fordulni, ha a bója a busz felénél van, a negyedénél jártunk, amikor Jani egy elegáns mozdulattal ráhúzta a bójára. Óriási volt. Figyelj, de a Károlynak olyan hamiskás a tekintet, te is azt hitted volna, hogy csak viccel. Érted, azért csináltam mindig pont az elekezét, amit mond. Hát figyelj, ezt azért meg kell szokni. Ezt meg kell szokni. Egyébként mindent lehet állítani, mindent állítani a kormányművet, a ülést, mindent gyakorlatilag, még az én paramétereimre is be lehet lőni. De nem biztos, hogy ez lett majd a menekülés útvonalam, hogyha a rádió egyszer megszűnik. Igen, ez én néztem a YouStreamet folyamatosan, ez nem a te pályád. Szóval láttam. Megtettél mindent, küzdöttél férfiasan, de láttam, hogy azért ez igen, tehát hogy vannak ott még nehéz feladatok. Na jól van, oké, jöttök vissza? Vagy nem, de igen, csak a trollival. Jutni a kapun. Jól van, gyertek, oké, vigyázzatok magatokra, ciao, köszi, ügyesek vagytok. Hello, ciao, ciao. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Best of Morning Show, a Morning Show legjobb pillanatai. Nekünk meg itt vannak vendégeink, akik már megérkeztek kipihenten, frissen, fiatalosan. Tóth Gabi és Gáspár Laci. Hello! Hello! Sziasztok! Azon rögtem, hogy mind a két kommentelő Gabi volt, úgyhogy lebuktam, mert gyorsan beírtam valami pozitívat így a vasárnap után még. Gyorsan írogattatok egy picit. Mi az SMS számunkra? Jó reggelt mindenkinek! Hello! Na, hát egészen frissen kipihentek vagytok. Így korán reggel. Hát hétfő nem hakni nap, ugye? Tehát kedd reggelre tudunk aludni. Nekünk tegnap volt vasárnap, vagy amióta megy a műsor, azóta a hétfőre csúszott át a vasárnap, úgyhogy egy kicsit most ilyen ki vagyok pihenve, nem tudom, Laci, hogy van vele. Lacikám, mi újság? Jó, közel a mikrofon. Nekem az a korán kell, és igazából most már nem annyira gond, mert megszoktam. Tehát, hát meg aki szép, az a reggeli szép. Nem, azért szoktam meg, mert 2 évvel ezelőtt a Mirike, mikor felköltözött hozzám, akkor én vittem iskolába minden reggel, meg én is mentem éte, tehát ilyen 5 óra fél 6-os kerés maximum, az már így bejátszott, és aztán ezt így nem akartam abba hagyni, mert mondom, akkor minden reggel korán el tudok menni edzeni utána is, tehát az a baj, hogy aztán mégis abba hagytam, de most edzel? A Starbusztár óta mindig megyek edzeni. Úgy, mit csinálsz? Hát megyek edzeni, kicsit futok, megyek, vagy 15 kilót. Nem, még csak 11-et. 11-et csak? Igen. 6 hét alatt 11 kilót fogytam. Azt én felszedtem helyettet. De a műsorra készültél, ilyen műsorra lehagyt? Nagyon rossz érzés volt nekem az, hogy mindig nagy hasra kell kiállnom, és nem volt
erőm kedve menni igazából, és akkor már mentem edzeni, és hát nem nagyon eszem, csak halad meg zöldséget, meg edzek majdnem minden nap, úgyhogy megvan már az eredményem. Ez 5 évvel ezelőtt is ez volt a sztori, hogy nem szereted magad, nem szeretsz kiállni. Nem 5 évvel ezelőtt, hanem 11 évvel ezelőtt. Vagy 11-en is. De tudtam, hogy visszatérő. Igen, és akkor ugyanígy meg aztán elkezdtem fogyózni, és akkor is, akkor 23 kiló ment le, az volt az életem első fogyókúrája, és hát aztán ez valahogy így megint kezdett visszajönni, és most megint erőre kaptam a Star Wars Star műsor. Hát miért félsz, hogy esetleg rátoztanak valami elmos világsztárt? És annál meg kellenek a Damiot. Tud valami. Először az volt, amikor megkaptam a Michael Jacksont, akkor teljesen kikészültem, hogy úristen, most 100 kilóval hogy fogom megcsinálni, és akkor nagyon elkezdtem erre rágyúrni, aztán tényleg még mindig kell fogyni, szerintem egy 5-10 kilót, de most már legalább elindult. Hogy néz ki a hetetek ilyenkor? Tehát az ember vasárnap meghallja, hogy mit alakít ugye a jövő héten. Ezt előre gondolom nem tudjátok, tehát ez valóban ott nektek meglepetés. Nem ott tudjátok meg, őszintén a reakciók, úgy látom, hogy akkor kik lesztek a jövő héten, ugye? Igen, ott tudjuk meg. Gabi, közelebb egy kicsit nyugodtan. Igen, ott tudjuk meg egyébként, és nyilván kevés időnk van arra, hogy felkészüljünk. Most egy dalt úgy magadévá tenni, még önmagába is nehéz betanulni egy tehetségkutató versenybe, és amikor a Megasztárban voltunk. De amikor teljesen át kell formálod magad egy karakterre, akkor aztán tényleg levenni minden mozdulatát, meg azt az érzést, hogy az ember úgy tényleg oda tudja tenni magát, az egy kicsit nehéz, főleg ahogy így fogyunk, így egyre több dalt kell megtanulni, mert a műsoridőt ugye ki kell töltenünk, úgyhogy... És akkor hétfőn elkezded a dalt megtanulni, hétfőn már átpróbálják a maszkot, vagy annak is megvan az ütem, hogy az csütörtökön teszik föl először, pénteken teszik föl, hogy csináljátok? Én úgy szoktam csinálni például, hogy hétfőn meghallgatom nagyon, nagyon nagy figyelemmel a dalt, és általában akkor mindig ráparázok, megmondom őszintén, főleg a múlt héten tényleg úgy volt. Hát a múlt héten én annyira kikészültem, mikor belehallgattam hétfőn a Men in Black dalba, hogy ismertem a dal, de hát hogy mondom, csávó, hol vesz levegőt, hol vannak a sorvégek, hol vannak a rímek, mi ez? Egyfolytában volt az egész szöveg, és nagyon sok, és nagyon ráparáztam erre. De azt hiszem, hogy most már ez nekem ez így jó, mert bejön, mert annyira ráparázok, hogy annyira felszívom magam, hogy aztán egész héten dupla gőzerővel tudok készülni. Tehát szerintem ez így jó. De ezt rólad a stábban azért lehet tudni, hogy te ez a Pali vagy, aki megkapja, négy napig kikészül, egy napig kivorul, pénteken még egy kicsit hisztizik, hát azért nekünk is vannak információk. Szombatra veszél teljesen a fonalat, és azt, hogy nem csinálja, feladja, vége van, nem bírom. Vasárnap a próbám már nagyon ki van, és oda megy az élőbe, és olyat csinál, mint kevesen. Tehát, hogy ennek így megvan a fejlődés. De ezt nem direkt csinálom, hogyha megvannak az infó, akkor azt is lehet, hogy tudjátok, hogy a főpróbán pénteken én a táncot is elrontottam még, a szöveget azt teljesen leblokkoltam, tehát annyira rá tudok parázni erre, meg nehéz. De te bármire ráparázol, nem csinálom. Nem mondom. Még azt tudjuk, hogy kit fogsz játszani, nem csinálom. De lehet, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy így valahogy így felszívjam magad. Meg hát így altatod a többieket, nem Gabi, erre nem gondoltál, hogy van ebben egy kicsi altatás, elrontom, nem tudom, ráparázom, aztán vasárnapra valahogy mindig össze. Nagy zsiványam, úgy mindig mondja, nem lesz jó, nem tudom megcsinálni, és van benne és akkor olyat nyom, hogy mindenkinek leszáll a feje, de egyébként én értem a Lacit, mert én is valahol ilyen vagyok, csak én próbálok ki a háttérbe hisztizni a két menedzseremnek, Csórik, hát azért már ki vannak tőlem borulva, úgyhogy nekik szoktam mondani, de hogy én is így lefárasztom magam, tehát már annyira izgulok, hogy már mire odaérünk vasárnap, már tényleg semmi erőnk arra, hogy izguljunk, de azért nagy a tét, mert most tehát közismert emberek vagyunk már, megismertek minket, tudják a dalainkat, így kiállni sokkal nagyobb felelősség, azt gondolom, mint na, mondjuk. Hát itt valaki más bőrébe kell bújni. De akkor is vagy hiszed vására, nem az övéd, akibe belebújsz. Nem, persze. Meg a másik, amit még szeretnék ezt hozzátenni, hogy amikor olyat kapsz, hogy szereted az előadót, bár nehéz a dal, meg nehéz megcsinálni, de szereted. Tehát én szerettem Michael Jacksont is, nagyon Whitney Houston-t is. Az a baj, Jacko-t csak elrontani lehet, de tényleg. Igen. Tehát ezt egyszer valaki elmondta, de Jacko-t csak elrontani lehet. Tehát ahhoz nagyon nehéz hozzányúlni. Az egy nagyon-nagyon-nagyon erős paraérzést ad, hogy szereted az előadót, és nem akarod elrontani, nem akarod rajta, hogy röhögjenek, hogy na hát most én Will Smith tényleg gyerekkorom óta szeretem, nehogy már azt mondják, hogy na hát ezt most nagyon-nagyon-nagyon elrontottad. Ez nekem rossz érzés lenne. Attól félsz, inkább röhögjenek rajtam, csak ne rontsam el. Hogy mondjuk a rendes karrieredet például ez befolyásolja? Ez bennetek van? Nincs, nem? Hát szerintem, bocsi, hogy megint én beszélek, de szerintem... Szerintem azért van benne ez is, mert ugye egy, énekelünk. A másik az, hogy szerintem itt meglátszik az, hogy egy picit az, hogy ki mennyire bevállalós, meg hogy ki
ki milyen arc. Hát, hogyha valamit nem akarsz nagyon bevállalni, akkor meglátszódik az, hogy na figyelj, nem akart. Most elsőre megtartam a Megan Trainort, én szívem szerint azt mondtam volna, hogy állj. Állj fel a gyerek. Olyan angol kamukat nyom hátul amúgy, hogy basszus, hihetetlen. Állj fel a din, állj fel a din. Ezt ugye hallottuk a cellemben. Mi volt az első közös dalán az angol kamu, amit állandóan toltunk? Nem tudom, de mindig van valami. Hero, hero. Annál a dalnál volt valami, és olyat volt. Miért a VSZ-be voltak megfelelő angol szavak? Hát azért hallgattam azért. Megtanultam. Na. Tényleg megtanultam, miért? Emlékszem igen? Say that if I kick it, your man, I see my nose, you get kicking on you. Ezt mondtam éjszaka, hogy fordultam egyik oldalamról, másik oldalamról. Körülbelül erre még visszatér, mert ebben még elhallgatok. Hányszor hallgatjátok meg a dalt, mire odaértek, hogy vasárnap kiálltok a színpadra? Komoly melóban menne, ez igen. Látszik, ez vitathatatlan, de körülbelül ugye, hát egy kis párnál mondjuk lehet, az ember szerette gyermekkorában ismeri a szöveget, de mégis, ha mondjuk ismeretlen a dal, hát baromi sokszor meg kell hallgatni, hogy reflexzerűvé váljon vasárnap. Igen, így, én mondjuk a Ragamuffinnál voltam így, az LL Junior dalnál, ahol tényleg nem tudsz levegőt venni sehol, és jó, a Ragamuffin stílus, aki haveretek itt kerázza, LL Junior veretek itt a házban, és fölkeltem, és reggel is, és forgolottam az ágyba, és mint egy stroboszkop a fejem villogott basszus, és ez a szöveg ment körbe, DJ a kedvenc számom járt, és én ugyanez volt. Ez is dolgokat tudok mondani például. Na mondjál nagyobban! M6-os autópálya Paksnál. Igen. Megálltunk tankolni, benzinkutasász odajön, azt mondja, segíthetek? Mondom, várj, és csináltam a dance-et, közben énekeltem, és a sávon érték. Mentél valahova, és közben annyira stresszben, igen, mentem felépni, és annyira stresszben voltam, hogy kiszálltam, és mielőtt tankoltam volna, addig én eljátszottam, és megnyugodtam. Megcsináltam a koreográfiát, megnyugodtam, bementem tankolni, kivizettem, és visszamentem, még addig nem ültem be a kocsiba, hogy megint el nem táncoltam. A pénteken elrontottam, és nem akartam még egyszer. Hogy nézzétek, a csávó megőrült, tehát ezért moonwalkozik, és egy totál kúton értem. Amúgy szerintem nagy buli az egész, tehát bulinak kell felfogni, tehát hogy nem szabad rágörcsönni, azért van egy-két versenyző, aki átjön alszol a maszkon keresztül, és hogy teljesen rá van erre az egészre feszülve. Miközben nyilván vannak olyan dalok, mondjuk nekem a Kovács Kati, amin tényleg az volt, hogy mondom, tudom, hogy ezt most oda kell tenni, és meg kell csinálni, de mondjuk én játékosabb feladatokat tényleg akkor lesz az egész humoros, meg akkor jön ki ennek a műsornak a lényeg. Ez egész egy show, persze, ha ti is élvezitek. Tényleg, igen, igen, abszolút. Hát én is azon előadásokat és azon előadókat szeretem a legjobban, akiknél elfelejtem, hogy ki az eredeti. És szerintem azok a jó előadások, amikor eltűnik mögötte az eredeti ember, hát Gabi, a lehet elfelejteni. És azt látom, hogy ott van valaki, aki kicsit belehal abba, hogy az legyen, akivé válnia kell. Ha valaki így oda megy, kicsit eltáncolja, lehaknézze, a kevésbé szeretem. Sokszor látok ilyen előadást is. Én azt szeretem, amikor meghaltok ott a színpadon, annyira a karakterré akartok válni. Hát elad a kis Pál karakternél ez látszott, hogy egyszerűen beledög lesz annyit melózol rajta, hogy úgy tartsd a fejed, úgy énekeljél. Igen, abban tényleg ez volt a nehéz. Úgy gitározzál. Tehát, hogy mit hozol ki? Tehát annyira ilyen eszköztelen volt az egész, hogy azt sem tudtam, merre van az előre. Hát próbáltam ezt a nagyon furcsa állapotot magamra venni. De a Lacival szerintem mi nagyon ilyen ösztönös emberek vagyunk, és tök jól tudjuk azt, felszívjuk magunkat, és akkor tényleg oda rakjuk. És de azért élvezzük. Konkuráltok is, nem? Tehát Laci, te figyeled, hogy Gabi mit kap, olyat akarsz kapni, azt nézed, kicsit reklamálsz, hogy miért nem olyat kapsz. Azért van, nem, nem, nem folyik nem igaz, azért, csak ez, mondom. Ez nem igaz, nem. Nem igaz, nem azt szeretem a Gabit, meg én nagyon drukkolok neki egyébként. Tehát csak meg akarod nyerni te. Nem, nem volt bennem eddig ilyen érzés, igazából egyszer mondtam, nagyon őszinte akarok lenni, akkor egyszer mondtam azt, hogy amikor a Kovács Karit elénekelte, mert én akkor egyébként állva tapsoltam neked, oda. És akkor azt mondtam, hogy nagyon-nagyon jó volt az a dal, mert nagyon meg lehetett mutatni benne azt, hogy milyen hangja van. És akkor azt mondtam, hogy az én is szeretnék egyszer egy olyan, amiben nagyon lehet egy nagyot énekelni. Hát csak ennyit mondtam. Ekkor kaptad meg a Will Smith-t, amiben nincs én. Igen, pont azután kaptam. Ez nem baj. Mi volt a Kovács Katival? Azt olvastam, az csak ilyen bulváros. Írjunk még valamit a műsorról, vagy valamire tényleg berágott. Mert pont erről beszéltünk valamelyik műsorról, hogy olyan kár, hogy az emberek egy csomószor megsértődnek, meg ebben az országban egy csomószor nem értik a humort, meg tényleg kint a Conan O'Brien, meg a Jimmy Fallon bármit megcsinál, itt meg mindenki mindig mindenre megharagszik. Az igaz volt, vagy ez egy ilyen bulváros ferdítés volt, hogy nem jött el, nem segített, nem vette föl a telefont, tudhatunk erről valamit? Nézd, én nem nagyon szeretnék ebben már így belemenni, mert tényleg én nagyon tisztelem a művésznőt, és nagyon, nagyon örülök, hogy megkaphattam ezt a dalt, és elénekelhetem, remélem, hogy megnézte. Hát is baromi jó volt. Én is úgy éreztem, hogy ez most így jól sikerült érzésben is. Szerintem ő most így elfoglalt, meg igaziból az de ő magánügye. Jó. Tényleg, nem tudok rám, tehát hogy nyilván én egy akkora legendát maga kora miatt is tiszteletbe kell tartanom, biztos, hogy meg volt jó oka arra, hogy nem jött el. Nyilván nagyon örültem volna, hogyha hogy végighallgat, de lehet, hogy szét stresszeltem volna magam a vasárnapot ülésnél.
néz. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen szempontból meg... Nem, lehet, hogy a Katinak az eset rosszul, hogy nem, a Laci kapta meg a szállat. Igen. Nem, mi egyébként jóba vagyunk, tehát voltunk már együtt színpadon is, énekeltünk együtt, úgyhogy nem hiszem, hogy velem problémája lenne. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezt egy kicsit felfújták. Én is sajnálom, mert egyébként nagyon örültem volna, ha eljön, vagy Lovasi Andrásnak is nagyon örültem volna, de mondjuk ő nyilván indokolta, hogy miért nem jön el. Tehát az ő, ez az alternatív underground vonal, ez nem fér. Kevésbé engedi meg, hogy ilyen beüljön egy ilyen mainstream műsorba. Úgyhogy Laci, az jobban ki volt, hogy nem jött el Will Smith. Igen, mert én is követtem őt egyébként a Facebookon, meg minden, meg itt nem, hogy Young Man, Great Job, minden. Nem írt meg, Great Job, Young Man, Great Job. Hát annak biztos nagy derül, hogy Young Man, Great Job. Jó, nem, csak hülyeskedtél, követem őt, meg minden. Tehát... Mennyit van rajtatok a maszk, hogy mikor kerül föl rátuk? Mert azt hallani, hogy órákig készült. Tehát tényleg minden, az ember minden héten többször beül egy ilyen sminkszébe, és órákat mozdulatlanul ott ül, mire rákerül? Én nagyon szerencsés vagyok szerintem eddig, hogy még maszkolni nem kellett, mert tényleg az a 2-3 órás munka, az nagyon kemény lehet. Hát látom, hogy a vészvisznél csak egy kicsi hajat tettek, bajusztettek. A fülem mögé tettek ilyen szilikon valamit, hogy elálljon egy kicsit a fülem, de még jobban állhatott volna szerintem, de amúgy így jó volt. Nem voltam annyira vicces, csak egy picit. Aztán mi volt még? Hát a saját szakállamat növesztettem. Ja, a haj azon nagyon nagy. Hát az zseni volt. Zseni volt a hajad. Nagyon afró volt a hajad. És milyen csodás volt az az óriás bongyos sér. De az tetszett, az tetszett. Meg a magasság. Amikor maszk kerül rá az órák, tehát tényleg be kell ülni, és három órát ott ülsz. Igen, 3 óra, mire felépítik ezt. Ez egy szilikon maszk, és igaziból a legnehezebb úgy, hogy az éleit gyönyörűen elsimítani, hogy az egész össze tudjon az arcoddal mosodni, és akkor még utána kerül erre a smink, tehát egy speciális smink, és egy ilyen alkoholos gőzben ülsz, vagy 3 órát, tehát így jöttem ki a stúdióból, azt se tudtam, merre van az előre, nekem teljesen leszállt a csendesség, mondom, hát így kell színpadra menni, és akkor utána még a szemöldöködet megcsinálják, felöltöztetnek még a paróka, úgyhogy egy ilyen 4 órában benne van egy ilyen tortúra. Most gondolj bele, én végigültem, valami durva csoda történetet, hogy én ezt végig tudtam menni. Elképesztő meló egyébként. Most kik lesztek? Most kit kaptatok? Kik vagytok? Hát én nagyon teljesen zállott egyébként. Na. Tehát teljesen ugyanolyan leszek most. Cher. Zseni. Zseni. Teljesen testhez állott, ők egyértelműen. Nyilván egyébként a fiúknak sokkal jobb, mert hogy könnyebb ilyen szempontból, mert hogyha ők nőnek öltöznek, azon sokkal jobban röhögnek az emberek. Most mi, amíg mi férfinak öltözünk, még azt is mondják, hogy fúj, de undi. De most az előbb mondtad, hogy én mindig megjátszom ezt a ráparázó. Hát most szerinted ne, ráparázok rá? Hogy veszek én Sert? Igen, te még nem tudod, hogy Sert leszel, és már 2 hete a én is kíváncsi vagyok, meg olyan, mint a kívülről nézném magamat, és én is fogok szórakozni ezen, de amúgy meg is kell csinálnom, és az nem tudom, hogy fogom. Ja, azt nagyon szeretem, amikor kicsit visszaszólsz a zsűrinek, meg osztod őket. Én azt bírom, amikor kicsit a havast, kicsit mindenkit helyre teszel. Ha nem értesz egyet egy véleménnyel, akkor te kicsit helyre teszed őket. Ezt folytasd nyugodtan. De tisztelettel. Tisztelettel. És szoktatod már, Laci, magad a nátszal is nyához? Nadrág alatt most is ott van? Igen, magas sarkóba jöttél? Szőrtelenítés, az majd megint fog kelleni. Jó, tényleg minden. Most ez a... Már most kezd, épp, hogy kezd visszanőni, most a lábam van, meg minden. De mi, le kell, hol, minél, vagy hol le kell szedni a szőrt, tényleg? Az mindent, az egész lábamról, a kezd karomról, a derosz volt, az egész kezemről, és minden annak. Atya is. Kizsert is mondta, hogy apa, ez így nem jó. Apa, most ne vigyél. Nem, mondta, hogy figyelj, vagy. Apa, figyelj, legközelebb már ne szedjék le a szőrt rólad, és ne legyél ő. Na mondom, gyere velem, most a próbára, majd elmondod. Odaérünk, kérdezik, hogy mit szólsz, hogy apa nő lesz? Azt mondja, éljen. A fia. Én egyébként Cserháti leszek, a fiatalkori Cserháti Zsuzsát kaptam, úgyhogy azért elég nagy a felelősség most rajtam, mert nyilván tudjuk, hogy egy tényleg mekkora ikon és mekkora legenda volt, főleg úgy, hogy a tesómat meg mindenki Cserhátizza, na most ez már kapra. Nem a szabad ott volna engedni a Gabi Cserhátit, azt csak te énekel ezt, tehát most nyilván mi is olvassuk ezeket a kommenteket, én próbálom itt teljesen elszeparálni. Nem, ez csak úgyhogy nem lesz könnyű, igyekszem majd valahogy ezt az életérzést átvenni, úgyhogy durva lesz. A zsűri pontozását mondjátok meg nekem, mert azt nem értem. Nem azt mondom, hogy minek vannak ott, nem erről szól a dolog. Csak mert jók egyébként, meg tök jó része a műsornak. Csak még adnak valakinek 32-t, valaki kap mondjuk 33-at, közben bejön 150 ezer szavazat valakire, vagy 50 ezer, tehát mit tesz hozzá az egy pont, vagy az a két pont, amivel ők többet vagy kevesebbet adnak? Nekem ezt nem sikerült 3 év alatt megfejtenem, hogy... Úristen, mi csak énekesek vagyunk. Ja, jó, 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 j
lakás. Nem értem, hogy ők mit pontoznak, mert utána jön 50 ezer szavazat valakire. Állítólag összegzés van, és akkor az hozzácsapódik. Nagyon fontos az például, amikor... Ha most valakinek, mindenkinek 10 pontot adnak általában 9-et mondjuk egy adásba, és mondjuk az egyik kap 8-at, mint amikor én kaptam a Simple Red-nél Havas úrtól 8-at. Azt megjegyeztem, mi Laci? Nem, hát persze, majdnem kiestem. Hát, Havas úrtól? Hát a tanár úrtól, persze, és azt mondta a Simple Red-re, hogy az legbutább dal. Tehát a Simple Red pont arról híres, hogy buta dalokat csináltam. Hármas hangzatokat. Jó, hát ezt a Henriknek bocsássuk meg. A Henrik az első két műsorban se tudta, hol van nagyjából. Tehát, hogy a harmadik műsorra talált magára nagyjából. Én most már őt szeretem szinte a legjobban, mert annyira más, mint a másik három, hogy én nagyon várom, még... amikor a kis táborban, amikor megvettem az első Skodámat, tőlök előre, de én imádom őt ebben, mert nagyon életidegen, meg nagyon egyedi, más, mint a másik várja három. Várja azt a dalt, amit végre ő is ismert. Egyedi. Amikor a Karelgott elérekelte 67-es táncot, jó a Henrik. Ugye nekem most is mondta, hogy most is különlegeset mondott, azt mondta, hogy Will Smith, mint el, ő nem szereti. Hát én nem tudom, hogy szerintem hol van még egy ember a földön, aki nem szereti Will Smith-t. De Lovasit hát a világ egyik legjobb színésze, de ő nem szereti Will Smith-t. Nem szerette Lovasit se, pedig azt gondoltam, hogy azért ilyen, tehát az értelmiségiek ezeket a tarisznyásokat igen. Mit kaptok vasárnap? Reméljük, hogy még alszanak ilyenkor ők azért. Egyébként nem, nagyon jó, tényleg színpisznek a műsorban a legjobbak. Tehát nem, nagyon élvezzük, meg az egész egy buli, egy nagy buli, tehát én mindig azt mondom a kommentelők is néha, hogy el tudnak menni ilyen vérengzőbe át, ilyen vérfarkassá változnak, hogy azért ez egy házi buli, amiért azért küzdünk, hogy mindenki jól érezze magát, szórakoztassunk, tehát semmi véremenő harc nincs ebben a történetben. Élvezzék, röhögjenek, Gáspár Laci most megint lehet. Döntőbe is ezt szokott mondani? A döntőbe is? Vajon jussak el odáig, ugye eljutok. Persze, buli-buli, de nyilván azért az ember előadó, nyilván azért van presztízse, tehát nyilván mindenkire baromi meg akarja nyerni, van, aki meg is érdemelné, van, aki kevésbé, én látok egy-két olyat, aki szerintem nem fogja megnyerni, de ti abszolút azok között vagytok. Kire gondolsz, Balázs? Nem tudom, nekem a Rácz Gergő helyes, aranyos, elnyomta a pénzt, én azt se éreztem erősnek, én látom mindig mögötte az előadót, mondom, én azt szeretem, amikor teljesen eltűnik, az Adél nagyon jó, még a Wolf Kati nagyon jó, még ti ketten, a többiek szerintem, azt hiszem, azok esnek ki, akik valójában kevésbé voltak jó. Mert ezt egyébként mindenki másképp gondolja, mert például Balázsnak nem tetszett a pén, nekem nagyon-nagyon bejött. Nagyon nehéz feladat lehetett egyébként végén, de amúgy nekünk az is nagyon nagy meló, hogy egy más hangszint kell hozni, és sokkal nehezebb énekelni. Tehát ez olyan, mint a nektek egy most magas sarkba kéne három napig mászkálni. Én imádnám. Úgy megviseli a torkodat, fizikálisan tud fájni egy ilyen átalakulás. Nem mindegy, hogy kit kapsz nyilván. Tehát, nyilván nem. A Samek megkapta a Lárt a KFT-ből, hát a Lár... Most Tina Turner lesz, tehát gondolatod. Na most én is kíváncsi leszek, hogy mit fog csinálni Tina Turner, mert azt én úgy akartam, amikor a műsor... Te szeretted volna? Igen, egyből mondtam, hogy gyerekek, én azt akarom, Tina Turner-t akarok. Jó, na, még egy kis Will Smith, jó? Még egy kicsi Will Smith, csak így, ami ugye eszedből, a dalból. Megint? Na, csak egy picit nyomj, nagyon jó. Good guys, the dressed in black, remember back. Na, még egyszer. The good guys, the dressed in black, remember that, just in case we ever face to face to make contact. Yeah. I said, help on me, and my B is what you think you saw, you did not see. So don't bing bing, what was that? Now it's gone black, strip with the black, Ray-Bans on, walking shadow, moving silence, star against extraterrestrial violence. Aha, kiss. Mindegy, azért egy hét alatt ezt így megtanulni, azért a meló. És a legnehezebb, hogy ne hadarjak bele, ha behadarsz a rapbe, akkor az már nem rap. Igen, igen, és ezt most tapasztaltuk meg én is, hogy ahogy életemben nem repeltem, hogy egyszer kiesel onnan, és teljesen kész voltam rád a magyarul, és az olyan szöveget, hogy a klubban mindjárt éjfél, mindegyik csaj dögösít, nem kicsik viszkit iszok, köcsém, én nem ivó létet, ilyen abba mi meló volt, láttam. Hát ott három perc alatt többször meghaltál, és újra élettél, és újra élettél. Ez egy junior se egy egyszerű eset, igen, brutálisan tolja. Nagyon nagy tehetség, és egyébként tényleg ilyenkor mutatkozik, hogy akikre ilyen egyszerű előadókra azt hiszik, hogy olyan egyszerű dolgot csinálnak, az egyszerűségben vannak a legdurvább, legnehezebb dolgok. Ugye, Lacikám? Biztos így. Az egyszerűsége. És olyan egyszerűbb lesz mégis. Na jó. De azért most már lesznek egyébként majd duettek is a hétvégén, tehát most már két produkcióval állunk színpadra, úgyhogy a második is nagyon izgalmas lesz és vicces a Laci szempontjából is. Két produkció? De akkor hogy? A maszk nem készül annyi időt, hogy az egyik az maszk nélkül ilyenkor? Vagy az hogy hát van? Most attól függ, nyilván nem tudom, hogy a Laci kap-e maszkot, de ugye most már kevesebben vagyunk, ezért lesz olyan, hogy mondjuk négyen énekelünk valamit élőben, tehát nem csak egy közös produkció lesz az elején, hanem már a műsorban is lesz mondjuk, nem tudom, hogy el lehet mondani, forgó úr? Nem. Oké, okay, akkor nem mondok semmit. Nem mondjatok semmit, majd én kikérdezem a Lacit, és fél kilenc után bemondom adásba. Nem csinálok szóval lesznek problémát. Olyan produkciók és is ugye, most. Laci, már... most, hogy ennyi női szerepet játszottál már így a nehéz napokon, hogy megyek kicsit hisztisebb vagy? Még ennél is. Jól van. Adunk neki tanácsot. Hát nagyon drukkolunk nektek, szeretjük, imádjuk a műsor benneteket is. Köszönjük szépen, és köszönjük az eddigi szavazatokat is egyébként. Nem küldtünk, mi nem küldtünk. A kedves közönség.
közönségtől, meg aki hallgatja, meg aki nézni fogja, ugye nézni fogja. Előre köszi, ha megjöttetek. Nézik. Igen. Ezen köszönjük a meghívást, komolyan. A múlt héten már csak a második legnézettebb műsor lettetek, de nézik ennek előre. Isten! Van egy műsor, ami és az a sátáni kacaj. Imádunk benneteket. Köszönjük, hogy itt voltatok. Lackám, egy mondatot a dalodról, mert hogy 8:30 után megmutatjuk, új dalod van, és ha már bejöttél, akkor ezt gyorsan le is adjuk. Tegnap megtudtam, hogy bejövök, várjál, és nagyon egyből nagyon rafós voltam. Volt egy demo, amit csak félig volt kész, és gyorsan tegnap befejeztem. De jó dal lesz, bementél minden... a stúdióba tegnap összeraktad. Jó lett. Egész nap a stúdióban voltam ez miatt tegnap, és megcsinált, sikerült, és még rappet is csináltuk, rappet is írtunk bele azért, hogy ha ez a Will Smith most már így bejött, a rap bejött, akkor most már legyen meg az első rappet. De ez hogy volt? Tegnap felhívtunk, hogy gyertek már be, és mondtad, hogy baj van, akkor be kell mennem a stúdióba, össze kell raknom a dalat. Nem tudom megcsinálni. Nekem lefagyott a zenei szerkesztőtöknek az e-mail-e, basszus, mert konkrétan megrohomoztuk, hogy nyomkodtuk, átküldtük a dalt, igen, le lesz játszva reggel. Hát, ha miért? Holnapra állj fel, Adin! Nem tudom megcsinálni. Hát akkor meghallgatjuk. Imádnak, össze kell rakni a rebetét, hát holnap megyek a balékhoz, valamit csináljunk már. Úgyhogy Lacinak nagyon jó lett az új dala, de az enyém is jó lett, aminek az a cím, hogy Szabad akarat. Ha! És kim van, és elmondtad. Így van. Meghallgatjuk majd egyszer azt. Jól csináltam, mondjátok azt, hogy jól csináltam. Jó volt. Puszi nektek, Torga Vég. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.